Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Jézusom, 6 óra múlt 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Sziasztok! Jó reggelt, hallgatók, itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk. Péntek van, a hét utolsó napja, a hét utolsó munkanapja. Mert hogy, igen, nem, én mindig meg vagyok zavarodva, nem tudom, mikor kell dolgozni, de most nem kell dolgozni. Simán lesz majd egy húsvét hétfőnk, azt nem kell dolgozni. A következő ledolgozom, de az május másodika. Péntek. Így van, mert hogy május egy csütörtök, és ott van egy 4 napos ünnep. Azért az gyerekek, az finomka lesz. Jó az, jó az. Utána pedig indulunk a turnéra. Bizony, bizony. Május 6-án. Majd mondjuk a helyszíneket, még nem mondjuk, de majd mondjuk. Május 6-án? Hát május 1-2-5-én. Nem, akkor tudom, nem hát... utána megyünk egy héttel? Vagy utána megyünk egy héttel? Aha. Toltuk egy hetet? Nem tudom. Én már nem tudom. Május 12-én megyünk? Az érettségi miatt lehet? Igen. Lehet, hogy ott megyünk, tényleg. Na mindegy, május elején megyünk, mindegy, ez a lényeg. Persze, szerintem ez a 12-e lesz, de majd pontosítunk természetesen. Kidolgozzuk még a részleteket. Rohadjak meg, hogy kerestem azt a marsot egész rész. Semmi. Tényleg? Nálunk semmi? Nincs mars. Esküszöm. De miért nem találod meg? Én ezért nem is kerestem, mert tudtam, hogy nem fogom megtalálni. Ugye? Mondom, ha te nem találod meg, már pedig te okosabb Csörögtem vagy nálam. A Janira is, mert nem láttad a marsot. Hogy nézted? Hol nézted? Fölnéztél az ablakból. Így mutatom neked. Most kimentem az erkélyre. Az nem jó. És nem? De mit akarsz megnézni? Hát gondolod, de ez ég volt, hány százalékát látod? Hát a felét. A tizedét se, hát tízemeletes házak vannak körülötted. Nem. Hát, hát vannak tízemeletes házak körülöttem, de azért egy nagy szeletet befogok. Na hát, de most megvettétek a tetőt, azt vagy ezt a stúdiolakást, amit múltkor nézegettetek. Mert hogy akkor csak az égnek az egy szeletét látod. Nagyon de kicsi szeletét látod az égnek. Jó irányba néztél? Merre lehet? Hát másik irányban nem tudok nézni. Érted, a nappaliból hiába. Olyan helyre kell menni, ahol szabad szemmel szabad az észlelés, és nagy felületet tudsz, de az nem jó. Dombra kell fölmenni, hegyre kell fölmenni. Tehát ahol nincs, a házak vannak körülötted, akkor nagyon akkor nem fogod megtalálni nem soha. Van. Feri. Valamikor lent van, igen. Valamikor fönt van. De könnyen megtalálhatod. Tök más a színe. Én minden nap nézem, és gyönyörű. Nagyon más a színe. Ma éjszaka kivonulunk, akkor a természet lágyon éle. Tök vörös. Nagyon vörös. Nagyon vörös. Észre fogod venni. Bizony. Más esetben elmennél vele megnézetni egyébként, de hogy betegen, ez másképp vörös. Érted, ne ahhoz hasonlítsam. Jó. Érdemes tényleg megnézni. Ott kerestem egy órán keresztül, mondtam a gyerekeknek is, gyertek srácok, öltözünk fel, marsot nézünk. Apa. És így gyertek át a nappaliba? Nem. Gyerekek, fia öltözött, fő mindegy, ha kapja magára valami, menjünk át a nappaliba. A teraszra. Igen, itt nem találjuk, irány a konyha. Úristen, hol lehet, kicsit szakad rólam a viccba. Na jó, mars az ágyba. Igen. Szóval meg tudod találni, képes vagy rá. Tényleg szép élmény, meg nagy élmény megtalálni. Eleve, amikor így az ember közel kerül a természethez is. Ki az, aki föl tud nézni az égre, amit őseink tudtak, megmondtak minden. Jövőt, múltat, napszak, évszakváltozást, árvizet, hát mindent a csillagokból olvastak. Ja, de őseinknek még nem messzesedett úgy a nyaka, mint a Ferinek. Igen, hogy csak hanyat fekvek. És nem volt fényszennyezés. Érted, most meg itt állunk, és egy darab bolygót nem találunk meg. Tehát mennyire eltávolodik ettől az ember. Nem, behezért jók az a különböző applikációk a telefonunkon, hogy rögtön látod, hogy melyik. Mi van? Applikáció. Hát most mondom neked, Skyscanner. Ja nem, az a repülő applikáció. De, Skyscanner. Nem az. Akkor mi az applikáció? Starwalk. Starwalk, azaz. Én nekem az meg volt, csak letörött. Megmondom, mi történt. Starwalk, ha van interneted, fölrakod az égre, megvárod, hogy betölti, és megkeresed. Na, és úgy. És azt mutatja neked, amit te tehát a telefont fölemeled az égre, ezt tudom, hogy te ismered, csak mondom azoknak, akik nem, akkor azt mutatja, ami fölötted van az égen. Megtalálta az űrállomás, az ISS, megtalálta az összes bolygó, megtalálta az összes csillagkép. És mindig fölrakod az égre, és megmutatja, hogy éppen ott mi van. Fölismeri, hogy te mit mutatsz égen neki, érted? Még nyillal mutatja is, hogy merre fordulj el. És nyillal mutatja, hogy merre fordulj el, hogy hol a mars, igen. Tudjuk a játékáruház, mi van. Ja, igen, nálunk, ahogy hívják, van az androidis világban botorkálók, pedig skimap. Skimap? Skimap. Skimap Y-szilonnal. Aha, nézem. Na keressed. Figyelj. Na jó, de ott a tévé van, hova nézel? Hallod, ne azért, mert én mindig csak a Plutót nézem, tudod. Az a legkis. A kombér vagy mi? Várjál.
keres Marsot. De most engem nézel, nem, nem most Mars. Nem, most a Vénuszt is, a Neptun nézem felé, ja. Ne érts félre. Mert arra van, Uránusz. Azért ez megmondja, hogy zárt stúdióba forgatja a telefonját, hol a Mars? Hát ettől szép egyébként. Igen, megtaláltad? Na mondja, valójában még nem kell. Azt mondja, hogy várjál, mert mindjárt meg lesz. Jó van, igen. Te merre nézted? Várjál, Pluton megvan. Azt hiszem most dél-dél-kelet egyébként. Saturnus, az is megvan. Van, ott van. Megvan egy könyvtár is, Libra. Ja, az nem az. Libra, egy könyvtár. Figyelj, majd meg lesz ez. Hátra szerintem Anna felé. Hihetetlen amatőr csillagászok vagytok, hogy még egy alkalmazás segítségével se találjátok meg egyébként. Aha. Nincs be. Megvan. Na. Megvan. Na. Tudod, na, mi az a szintes vonal? Csak azok kedvéért mondom, akik eddig még nem találták meg, hogy Annához képest balra keressék. Tudod, mi a viszintes vonal? Mi? Tudod, mi a viszintes vonal? Na, az még csak talán. Az esetleg még megy. De megvan, hogy ez mi? Mit jelent a viszintes vonal? Hogy mit kell nézni a viszintes vonal alatt és fölött? Ez megvan, hogy ez miért viszintes az a vonal? Az egyenlítő. Dehogy is, a feléken. A ráktérítő. Na, mi az a viszintes vonal? Aha, fogalmam sincs. Na, hát azt mondod, hogy az talán megvan. Hát akkor az a horizont. Tehát az a horizont, és ha a horizont alatt van, akkor még te nem láthatod elvileg. Ha a horizont fölött van, ugye, akkor te már azt láthatod, tehát neked mindig a viszintes vonal mutatja ebben a programban, hogy följött-e már a te égboltodra. Ha most a Mars neked a viszintes vonal alatt van, akkor te azt most még nem tudod megnézni, meg kell várnod, míg fölé jön. És abban a pillanatban, hogy fölé jön, abban a pillanatban, látod? Az mind... Tessék? Most éppen, hogy van, elkezdett nézzél, fölkelni, igen. És az a horizont, és... A fölé kell, hogy jöjjön. Az jelenti azt, hogy te mit látsz, te melyik égboltot látod, ami alatta van, azt elvileg te nem láthatod. De most így működik ez a program. Miért írja ki a vonal alatt itt, nem? Aha, igen. Hát de most minek rajzolja ki a úgy azért, mert látod. Akkor azért rajzolja ki neked, mert a horizonhoz képest, akkor tudod, hogy mennyi idő kell, míg hogy följöjjön. Hát de ne idegesítsen azzal, hogy van hallod. Valami, azt nem látom. Tehát és az... miért mutatja külön Kánya Vesztet is? Ott van a Kánya Veszt. Tehát mutatja neked, hogy mi mondjuk neked fél óra, és fölér a horizont fölé, és akkor te már azt ott meg tudod nézni. Na, de legalább az irány megvan. Na, ott van, és ott várni kell még egy kicsit, följön, és már nézheted na, is. A Börzsöny felé kell majd fordulnom, úgy látom. Megmondom, hova kell fordulni annak, aki szeretné nézni. Szakértőhöz. A hármas határhegy, ha mondjuk Budapestről nézzük a hármas határhegy, tehát észak irányba. Az most északra van. Kiváló. Észak. Északra kell. Észak, mutatom, észak. Megnézem a normális telefonon ennek mi a neve. Mi a neve, Feri? Az alkalmazásnak? Starwalk. Starwalk? Aha. Starwalk. 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 Igen, nagyon szeretem az alkalmazást. És ha csillagos az ég, jön az ISS, akkor beméred, hogy hol van, megmondja, hogy mikor lesz fölötted, fölnézel, és ott megy el fölötted az ISS. És ezt így nem hiszed el. És olyan, de pici repülő, csak nem villog, és sokkal gyorsabb. És láthatod szabad szemmel az űrállomást. Tehát elképesztő, hogy már miket találnak ki. Űrállomás. Igen. Ez ekkora program. Jó. Gondoljatok bele. Ötletes. Redda van. Na, meg is nézem, ha nem lesz túl felhős az ég. Nézd meg. És? Vagy majd oda képzelem. Üstököst is mutat. Tényleg? Igen. Ha bejön egy üstökös, azt is meg tudod vele keresni. Hogy hol keresd az égem. Az összes bolygót megtalálja neked. Sőt, az nekem bele van karcolva a monitorba Gagarin régi útja is. Tényleg? Persze. Nem mondd már. Hát a szép emlékek. Ilyen dolgok vannak. Igen. Ha. És benne egy Gagarin sinteget fölötted, mindig elmegy. Uh-huh. Óránként négyszer kerül meg a fölött, és mindig följön kiinteget. Egy Gagarin fél megjelenik a telefonodon. Nagyon durva. Ez ennyiben meg lehet hallgatni szegény Lajka utolsó vonyítását. Igen. Na, mit szóltok mindenki Lindájához? Na, Istenem, hát szerintem nem, profi. Meséljetek, várjál, most hirtelen így alapból így rávágtam, hogy persze, nagyon meg, igen, nem, még, de meséljetek van. Inkább, mert hogy én nem láttam a címlapot. Kérlek, szépen van egy ilyen nevű csávó, Jude Law, te ezt jobban ismered, vagy őt jobban ismered, mint én. Jude Law. És az van, hogy ezek együtt kocsmáztak el, nem itt ítélhető módon. Tényleg? De véletlenül így valahogy így oda keveredett. De tényleg tök véletlenül. Abból a két kocsmából, ami Budapesten van, hát úgy nem csoda, hogy összefutottak. De nem egy asztalnál voltak, tehát azt gondolom, hogy annyira irányított, hogy megfölhívta a Jude Law-t, érted, hogy menjünk-e kocsmán, nem így volt, hanem elment a Jude Law, kicsit beviszkizett, és a Lindus meg ott ült mellette, hát nem messzire. De érdekes. De még ezt hagyján, várjál hogy meg. Miért nem egy szabadlapos ápolónő mellé megy, vagy olyan valami, is vagy van, lehet. Tömény, non-stop közért az veled eladóhoz. Is kocsmázhatna, ha járnál rendes helyekre. Ja, tényleg. Vagy Linda, vagy Jude Law. Ja, tényleg.
Jude Law-ra annyira nem kerédek, de egész jó színész, igen. Hát nem ez a lényeg ám, hanem hogy ezek egymásba szerettek ott. Nem mondod, de egy első látásra? Hát nagyon. A lényeg fogta hogy milyen csodálatos dolog ez, amikor két ember között működik ez a fajta kémia, és hogy így egyébként nem így, tehát hogy az élet úgy hozza, hogy véletlenül valahogy oda sodrodnak egymás mellé. Így egy éjszakára már szeretnék egymást. Így igyek vagytok csak, hogy Linduska ott lehet. Nem, Jude Law-ra. Ja, így úgy igen. Vagy Jude Law-ra. Jude Law-ra nem vagyunk irigyek. Én nagyon irigy vagyok rá. Mert Jude Law-nak sokkal több haja van például, mint nekem. De most egy éjszakára szerelmesedtek össze, nem tudjuk, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz-e. A botrány az abban van, hogy levideózták. Azt honnan tudod, hogy egy éjszaka volt? Nem lehet, hát te lehet, hogy még most is ott fekszenek egymás mellett szerelmes. Gyerekek, én láttam azt a videót, ott amilyen állapot volt a Jude Law, ott igen? Maximum csak. Ott akár velem is tölthetett volna egy éjszak. Igen, valami szőkét föltözem a vízét. Szőke parókát fölveszed, ott belecsetett volna nagy kert. Na mindegy, beszélünk majd erről, tessék? Ja, azt hittem Jude Law-val. Majd beszélünk Jude Law-val. Nem, érdekes, érdekes a történet. Jó. Ebből a szempontból. Hát Linda odaadó gyerekek, hát ez... Nem? Egyébként meg, semmi baj nincs vele szerintem. Azon kívül, hogy Jude Law-nak családja van. Az a bocsánat, az a Jude Law bűne. Hát nézd, én azért hát ezt máshogy látom. Nem, a család nem olyan nagy bűn, te is szokszal, nem, olyan szépen hogy... beszélsz róla. Nem úgy. Nem olyan nagy bűn. Mondjuk így igaz. De hogy az érted? Az persze. Aha. Most, hogy rámész egy Jude Law-ra a világhíre színészre, vagy nem itt ez a kérdés. De nem, hiszem, hogy... K-betűse a Linda, nem, most nem, ezt fejtegeti az ország. Biztos, hogy a fejében van valamilyen szinten Jude Law, mármint a, hogy hívják, hát a filmográfiája, nem. Érted? És hogy de nem hiszem, hogy felismerte ott a sötétben, hanem csak látott ott egy magányos, jóképű fiatal embert, és azért. Vagy egymás mellett tényleg ez a... Ott volt hely. Pont ott volt hely. Na, tök természetes. Értem. Na jó, beszélünk majd erről később. Egy kicsit később megvitt lesz, hogy zajlik. Gyerekek, mi a helyzet a játékkal? Hát kérlek szépen. Hát, izé. Igen, az van, hogy vissza a Jani kéne ülnöm a lóra, ugye? Aha, a Jani nyert egyet a héten, meg én. Ez a két pont, ami a miénk. És én meg kettőt vesztettem. Te se vagy rossz. Szerintem ki tudod számolni. Gyerekek. Hát te is nagyon hatékony vagy. Eljutottunk idáig, hogy a sebezhetetlen, a verhetetlen, a csapatot a hátán vivő ember lett a nehezék. Az ólomsúly, az ólomöv, a pótkocsi, a nyerges vontató, mit mondjak még? Bizony, és ráadásul te se vagy túl jó ezen a héten. Nem hiszem el. Komolyan mondom, hogy hozzátok a hetet erre, én visszatartalak benneteket. Dehogy is, ez nem igaz. Így pont te motiválsz. Tehát most már hozzád képest tudjuk, hogy kell jónak lenni. Hú, gyerekek. Üljek vissza a lóra még egy szép ütés erejé. Pattanjál már föl. Nincs már nagyon értelme. Pattanj már föl, léci. Jó, most... találd meg a kengyelt. És akkor most mi van? Hát a kettő-kettő, ma dől el. Bizony. Ja, ma dől el, hát akkor ne én üljek vissza a lóra. Hát de miért? Hát te figyelj, annál. Most, hogyha van eszük, engem választanak, mert ugye a gyengét kell most kiszúrni, hogy a gyenge a legsebezhetőbb, és akkor megvan a hetük. Na de egy pénteki mindent eldöntő játéknak van presztízs értéke. Most, hogyha jövő héten elkezdesz játszani hétfőn, amikor még gyakorlatilag tét nélkül, és akkor ülsz fel a lóra, ez olyan érted, mint hogyha hogy hívják, érted? De holnap van a csatorna, te meg kiborozkálsz. Elment az önbizalmam, elszállt gyerekeim. Hetek óta sebezhető vagyok. Oda a régi Balázs. Oda a régi érinthetetlenségem. Sebezhetővé váltam. Ez szóval ez úgy van, hogyha valamitől megijedsz, akkor újra, ha leesel a lóról, akkor fel kell rá újra szállni, mert soha többé nem szállsz vissza. Most kétszer leestél a héten, hát, ha most nem szállsz fel, soha többet nem. Ha most annál kiszámoltatnám az elmúlt 3 hetet, akkor kb. Úgy nézek, hogy 8-szor leestem a lóról, és egyszer megugrottam az akadályt. Én most visszamennék a karámba kicsit átfésülném a lovamat, újra nyergelnék, aztán majd kijönnék a jövő héten. De ide már, vagy ezen héten már nem akarok kilovagolni, még futószáron sem. Meríts erőt ezekből a csalódásokból, ezekből a kudarcokból. Napóleon is mindig úgy nyert csatát, hogy előtte belenézett a gatyájába, és dühös lett. Igen. Na jó, bízunk a hallgatókra, jó válaszanak ők. Ha nyeritek a hetet, ki sem merem mondani. Hát mennyire stílusra fogalmazom, ugye? Ha nyeritek a hetet, ki sem merem mondani, de a hónap heti összefoglalóba átveszik a vezetést. Bőven. Jajaj. Bőven. Jaj, akkor jaj. Szerintem jobban állnak heti bontásban, mint mi. És ilyen még nem volt. Hát ilyen még függ, nem hogy volt. Ki a közvéleménykutató, ugye, hogy zsebben van-e, vagy sem. Hát az a baj, hogy... Az a baj, hogy túl korrekt. Túl korrekt, igen. Jó, nézzük meg. Jó, hogy mit mondanak a hallgatók, kit választanak, lehet jelentkezni SMS-ben, bármelyikünket, hangsúlyozom, bármelyikünket lehet választani játékra. Jó. Közüled. Igen, úgyhogy jönnek a hírek, ez negyed órát tart a hírek után, pedig jövünk a játék, ami 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, itt vagyunk, és megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk.
Tehetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia! Nézem a nevedet. Violetta, Violetta, hello, Violetta. Sziasztok! Violetta, honnan hívsz minket? Budapestről, 22. kerület. Hoppá! Hoppá! 22. kerület. Nem tudom, miért örültem ennek ennyire egyébként. Hogy nem Lőrinc. Hogy annak mindenképpen igen, hogy nem Lőrinc. Kivel szeretnél játszani, Violetta? Balázsra természetesen. Hát, ne, bánts már szegény, tényleg. Hát, nem akarom én bántani. Nem, teljesen ki van szegény, hadd már békén. Rosszul. Volt 20 perc, hogy ne takarítsa a lovát. Az igen. Figyelj, mi mindent megpróbáltunk. Nem mondhatod, hogy nem akarjuk átvenni. Na nézzük meg, mire megyünk egymással, jó? Jani? 3, 2, 1, G! Ajaj, már félek. Na, itt vagyok, figyelek. Violetta, itt vagy? Ja, hogy kérd, én itt vagyok, kérdezek én először? Kérdezz egyet, te aztán majd kérdezek én. Jó így? Jó, jó lesz. Na. Bemutatkozó SMS-emben írtam, hogy villamost vezet. Te szoktál villamoson utazni? Te villamost vezetsz, tényleg? Ha visszakérdezel, az jó lesz? ritkán utazom villamossal. Sőt, mi több, ritkán tömegközlekedek. Autóval járok. Mint egyébként még néhány. Sokkal egyszerűbb egyébként, ahányszor haladok én a Fehérvári úton. Rengetegszer látom, hogy leelőzöm a hosszú kocsisorokat, úgyhogy én sokkal gyorsabban haladok a magam, akár 50 km per órájával, tényleg? Mint ahogy az autósok. Tényleg? Úgyhogy, hát én ilyen ügyes vagyok. Meg hát amennyivel lehet. Mit dolgozol egyébként? Mondom, villamos vezetek. Ja. Már amikor dolgozom, mert hát, nem tudtam visszaülni a lóra. Úristen, évek óta nem játszottam ilyen rosszul, mint az elmúlt 1-2 hónapban. Tényleg? Tényleg? Violetta, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk! És nézzük a jó oldalát, nem mondták ki semmit. Szerintem ez már jó, nem? Úristen. Igen, gyerekek. Ilyenkor szokták mondani az edzők, hogy tekintsünk a jövőbe. Igen, vonuljunk vissza, gondoljuk át. Violetta, ügyi vagy, küldjük neked. Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Szia. Csak szágerek, lassz a rádió, az ő rádió, imádlak titeket. Sziasztok. Hello, hello, ciao. Hát gyerekek, nem, ne abba hagyom ezt a játékot. Nem lehet, hogy egy műsorvezető abba hagyja, és a másik kettő játszol. Lehet ilyet? Ilyenkor kell leásni az alapokig. Újraépíteni. Jó, visszavonulunk az istálóba. 6 perc pontosan 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, hello, és vannak friss közlekedési híreink is. M6-os 97-esen karambol kis teherautó belerohant a kamionba. Pécs felé rendőrtűzoltó a helyszínen, pályazár várható, tehát ez az M6-os 97-es kilométerénél történt. Pedig ott olyan ritkán van baleset az M6-osom egyébként. Baleset történt Óbudán, a Lajos utcában, ma hajnalban, de van esemény utáni tablettánk, írja Blond. Köszönjük szépen! M3-as Hajdunánási kihajtónál Nyíregyháza felé trafi. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszi, trafi várpalota előtt a 70-es táblánál, ezt pedig Petyusz küldte nekünk. Bali május 1 debreceni stadion megnyitom, felép Lubega. Oh, ott a helyed. Ott. Hát ott, gyerekek. Lubegán. Hát a Lubegán mindenféleképpen. Lubegával kezdeni. Az mindenféleképpen. Vállald el a felkonfiát. DJ Oti vagyok. Hello mindenkinek. Hello Debrecen, magasra a kezeket. Igen, hadd halljam. A színpad a Lubega. A Lubegában egyébként az a jó, hogy ő most retrónak mondható, de azzal a műfajl, amivel ő berobbant annak idején a köztudatba, ez a Mambo Lambo Five-val, azzal gyakorlatilag már akkor is retrónak számított. Tehát ő a retrónak a retrója. Volt neki más valami, mint ez a Mambo Lambo Five? Volt még egy ugyanolyan, amit így játszogattak, de ha megöl se tudom a címét, nem tudom. Ő egy német valaki. A Mambo Lambo Four. Nem? Sex, Seven, azt hiszem így jöttek egymás után az albumok. Német? Aha, német srác. Ugye, hogy ő német? Igen. Így első ránézésre nem az a nordikus típus, de egyébként német a fiú. Mi hülye neve vagy, Lubega.
Miért van valakinek, aki Németországban szeretett adni, hogy Lubega? Biztos nem így anyakönyvezték, nem? Csak ez valami művésznév. Igen. Nem jó? Ez fúj, az. De gyűlöltem. Fúj. Egy DJ ott jön, hogy szeretnék el. Soha, le nem játszanám. Mozog a csípő, mozog a csípő. Fel nem tenném a retro diszkóra soha, vagy a retro CD-mre. Na nem jó? Gyűlölem. Ezt meg a Danobius játszottam. Szesz. A ritmus az tök jó. Fúj. Na, pattanj fel, seregjünk. Atyaisten. Szóval, mi a helyzet a játékkal kapcsolatban? Ugye a Fehérvári út. Nem már. Most a Fehérvári út, ez eléggé véleményes. Ezzel kapcsolatosan volt egyszer igen. Nagyon régen egy játék, amikor a Székesfehérvár szó került ugyanebbe a helyzetbe, és akkor azt a döntést hoztuk, hogy az ilyen jellegű szavak nem érvényesek. Na most, ha a Székesfehérvár nem érvényes, akkor a Fehérvári sem. Út sem. Igen. Tehát abban maradtunk, hogy ami egybeírható, az nem, ugye? Vagy, igen. Vagy, ugye? Meg, hogy a tulajdonneveket nem veszük ide. Igen, tehát megpróbáltuk mi ezt megragadni, hogy hátra tudunk nyerni. És de nagyon szépen köszönjük azoknak a igen. Hozzánk lojális hallgatóknak, akik érezték, hogy most kellene ez a pont nagyon. Nagyon kellett volna, nagyon. Leginkább az önbizalmamnak, az egy hónapja tartó mérepülésemnek. Ilyenkor, gyerekek, hát nem tudok, mit sem megy, nem, abba figyelj, vagyom. Ilyenkor a lovardám, amikor többször leesel egymás után a lóról, annak ellenére, hogy korábban nagyon komoly versenyekén indultál, oké, akkor mindig ilyen vezetőszára raknak újra, és akkor kezdjük előről? Nem nagyon komoly igen, versenyeken futószer. Indult, bajnok volt. Jani! Igen. Na jó, de hát... Há, bajnok volt. Értek én a lovaglásod? Ne, akkor fölraknak szépen futószára újra, és futószárazol. Körbe. Igen, mész körbe, ha már jó, akkor mész egyedül, aztán mész terepre majd. Hát be, alapjaiban kell újra elindulni, tehát előről kell kezdeni az egész. Oké, de akkor mit csináljunk hétfőn, akkor fél perc? fél perc segítséggel. Több zabot adjatok, tehát több zabot kérek, hogy egy kicsit harapósabb legyek, mozgassatok le előtte. Kicsit mozgassatok át, aztán futószár. Futószár fél perc, nem? És akkor hát ha. Ezt szépen kell most visszaépíteni, nem lehet úgy, nem indulhatok el újra egy perccel. Hmm. Tehát játszom egy fél percet, hétfőn vagy kedden, és fél perc után valamelyikötök átveszi. Jó. Jó? Azt jó. Mondjuk, hogy jó. Legyen egy fél perc, amikor próbálok nyerni. Aha. A fél percből csinálunk majd 40 másodpercet, 50 másodpercet, jó. És így szépen eljutunk. Szépen visszagyúrjuk szépen, meg a 60. Szépen visszaépítjük ezt az egy percet. De akkor csak kisebb versenyeken indultunk. Jó, tehát az Epsoli derbi az majd kicsit később. Nem, még pici házi versenyeken. Mit tudom én, egy Pilisvörösvár, Pilisszentkereszt közötti túralovaglás. Hát ilyen kicsi apró lovas túrákon indítsatok. De semmi mi van túlvább. Egyébként? Mi lett átélve? Egy kis kólika? Kis kiesség? Hát, lesérült az egyik pata. Rosszul patkoltak? Valószínűleg kicsit elpatkoltak, kéne egy jó kovácsmester. Nem tudom, oda az önbizalmam. Tudod, ha oda az önbizalmad, a ló is olyan. Kimegy a terepre, ott valamitől megijed, vagy bizalmatlan lesz, akkor utána nem, nehezen tudod újra kivinni. Igen. Ne kezdjünk 10 másodperccel? Egy felet bevállalok. Egy felet bevállalok, félnél valaki átveszi. Jó? Jó. És azért fél pontot is adunk? Nem, hát utána megnézzük, hogy mi lett az egy perc végeredménye. Jó. Na, van itt valami, tegnap olyan sokat beszéltünk a rendőrségről, de egy mondatot beszéljünk már róla, mert nem értem az ő észjárásukat, sokszor egyébként, de hát ha majd most valaki betelefonál, ha már tegnap nem sikerült, és elmondja, hogy ilyenkor mit csinál a rendőrség. Ugye, nagy erőkkel keresnek egy autót, mert hogy ez az autó állítólagosan balesetet okozott, majd elhajtott, 4 ember került kórházba. Aha. Hát eddig komolynak tűnik az ügy. Ugye azt gondolod, hogy persze, rendőrség feladata, hogy ezt az autót megtalálja. És hát a magyar bűnüldözés hol tart? És ugye a rendőrség milyen csalafinta, egyébként is hogy gondolkodnak? Fölrakták ennek az elkövetőnek a képét a police.hu-ra. Eddig is tök jó, nem? Igen, jó. Megvan az elkövető, fölrakják. És azt írják, hogy milyen autó, milyen melegítővel vezeti az ember. Egyetlen egy dolgot tettek meg, hogy kitakarták a rendszámot. Személyiségű jogot sértesz. Aha. Kitakarták a rendszámot, és azt mondják, hogy várják a kép alapján az azonosítást. Hmm. A sofőr alig látszik, annyi látszik benne, hogy egyébként egy piros melegítőben ül. És egy fekete Audi, amiből szerintem egy olyan, hát mennyi lehet? 30 ezer, 20 ezer, 10 ezer? Uh-huh. Tök mindegy. Hány autó van Magyarországon. Hogy ez hogy van?
hogy elkövetsz egy balesetet, a rendőrség nem teheti föl a fotódat úgy, hogy ott legyen a rendszám. Hát mi alapján találja ki meg egy fekete Audit, amiben egyébként egy elmaszatolódott fejű ember telefonál? Ezt értitek? Szerintem egyébként... Hogy hol tart a magyar bűnüldözés? Feri meg fog erősíteni, hogyha a kisebb lélekszámú településről van szó, a mackó főső alapján megmondják. A biztos. Hát ez a Sanyi. De most komolyan kérdezem, hogy ha én látok egy balesetet, mondjuk valahol, bárhol, előttem történik, én csinálok gyorsan egy fotót a balesetről, ugye? És én felrakom az internetre a fotót, mert sikerült még lefotóznom azt az Audit, azt a Barkaszt, azt a Dacia, többé, és ott látszik a rendszám, akkor én azt fölteltem, és nem kell kitakarnom a rendszámot, fölteltem. Mert van egy csomó ilyen kép az interneten, ahol nincs kitakarva a rendszám. A rendőrség, miközben ez az ember egyébként 4 ember sérülését okozta és került kórházba, nem teheti föl a rendszámot? Nem. Hogy találsz úgy meg egy autót, hogy nincs fönt a rendszám, van egy lesötétített fekete Audit, amiben egy elmosodott arcú ember telefonál? Hogy kérik így a lakosság segítségét? Ki segítsen? Mert akinek fekete Audi-ja van? Igen, vagy aki ismer, értve még az a megkülönböztető jel, hogy világít a lámpája. Te turva. Nem tudok jobbat mondani. Egyébként vagy szabadidőruhás embert keresek? Igen. Tehát, hogy most, most nézem, hogy melyik autóban telefonál szabadidősen, de nekem van jogom egyébként föltenni telefonszám, vagy internetre rendszámmal, a rendőrségnek pedig nincs. Neked sincs. Elárulom. Ha te most ide kimész, és úgy belefotózol a nagy budapesti reggelbe, hogy nézzétek, megint áll az Üllői úti felüljáró, ha azon olyan autó látható, aminek a rendszáma is kivehető, és ezt te fölteszed, akkor te perelhető vagy. Személyiségi jogokat sértesz. Ugye itt a rendőrség nem ez ok miatt nem teszi fel, hanem azért nem teszi fel a dolgot, mert hogy nincs, tehát hogy ez még nem egy lezárt dolog, nincs bebizonyítva az, hogy ez az autó, még akkor is ezt sokan látták, de rendőrségi bizonyíték nincs rá, hogy ez az autó elkövette ezt a bűncselekményt, illetve az autó sofőrje. Innentől kezdve, ha te fölteszed szerintem a rendszámot, akkor ugye... De honnan tudod, hogy nincs? Mi nincs? Hát nincs lezárt rendőrségi papír. Az értem, hogy nincs, de ha van nekem egy videófelvételem arról, egy ipari kamera, hogy látom, hogy az a bark az elüti, és megvan a rendszám, hát akkor nekem van bizonyítékom. Most hát értem, hogy senki nem mutat a bűnösnek a jogerősítéletig, de hát ott van a videó. Tehát egy kikockázott rendszámú autót keres a rendőrség? Hát érted ezt? Igen. Ezt egyszerűen nem értem. De nem lehet, hogy neki rendesen is ilyen a rendszáma? Tehát lehet, hogy nem a rendőrség. Igen, hogy ő így használja. Ilyen kevés pixel számú rendszámot használ. Na most hát kérdezem én, aki mondjuk szeretnék besegíteni a bűnüldözésbe, hogy akkor egy kikockázott rendszámú fekete Audit kereszt, egyébként egy maszatos arcú valakit, miről kellene nekem felé? Tehát miben kér a rendőrség tőlem segítséget, mint honpolgár? Keresek egy embert melegítőben? Keresek egy embert sötét autóban? Keresek egy embert sötét Audiban? Az egyedi gépjármű és a méretre csináltatott mackó. Ez a két dolog szerintem elég. Hogy ez hogy van? Ez a 444 hozta le, és tök igazuk van, hogy ez most mi alapján tudok én nekik segíteni? Hát ha te elkövetsz valamit, és 4 ember kórházba kerül neked, ott még fontos az, hogy és cserbenhagyást csinálsz. Aha. Tehát cserbenhagyás, ott még neked védeni kell, vagy a rendőrségnek még védeni kell a személyiségi jogokat. Hát lehet, hogy ők megnézték rendszám alapján, ki is mentek a helyszínre, és a tulaj azt mondta, hogy ez már nem az ő autója. A eladta, B ellopták tőle. Mondjuk akkor ugye nem tesz, de akkor is fölhez, hiszen azt az autót keresed, amin a rendszám van. Nem jó ez se. Igen, ez nem védhető. Hogy én azért csekkoltam volna a melegítőket a mosásban. Szerintem a Maci fogja. A Maci fogja nyomra vezetni egyébként. Tehát ha lát valaki egy szárítókötőn egy piros mackót, akkor ott van az elkövető. Gyerekek, ez egy Audi. Egy A6-os. Aha. Egyébként, ahogy látom. Igen. Ez egy A4-es vagy egy A6-os. A8-osnak nem ilyen a lámpája. Tehát egy Audi A6-os. Uh-huh. Azt kell keresni, ennyit tudunk. Jó. Ha láttok a Audi A6-ost. Jó, ez a ti vonalatok, én a mackóra megyek. Én ahhoz értek. Szóval, hogy ez van, furák ezek a dolgok, nem? Nem, értelmezhetetlen, igen, mert egyébként most próbálom magam megvédeni, de nem tudom az előbbi hülyeséggel szemben, hogy a kocsin most akkor is ez a rendszám van, tehát még ha lopott is az autó, ugye? Igen. Mert most nem az eredeti tulajt keressük, az tök mindegy, ha mondjuk lopott a kocsi, tehát akkor is ez csak úgy lehet megtalálni, hogy ezzel a rendszámmal, ha csak nem vették le. Nem érted. Vagy olyan gyorsan ment, hogy elmosódott. Nem tudom, mert próbálom védeni a rendőröket. Igen. Na most mi van, ha nem... Tehát lehet, hogy az embert keresik? Vagy mit tudom, hogy a kocsi megvan? Tudod? Itt van.
Tehát, hogy a kocsi lehet, hogy megvan. Igen. És akkor az embert keresik, tehát, hogy neked nem is a kocsi kell, és azért nem hozzák le a rendszámot, mert lehet, hogy az autó megvan. Uh-huh. Most erre tudok gondolni. Fia, akkor ti szálljatok ki az ügyből, mert az autós történet az lejátszott. Most már tényleg most már nekem kell itt a tettek mezeire lépnem, és a mackó alapján megtalálni. Tehát még az Audi típusát is nehéz megállapítani, nem hogy az ember, de hát ha még, nekem ez a szomszédom lenne, akkor se ismerem, egy ilyen fotóról nem ismered meg. Na mindegy, jó, ez érdekes egyébként, csak jogos a felvetés, hogy hogy a fenébe tud így az ember segíteni, nem? Vagy ilyenkor mit kell a rendőrségnek védeni? Teljes gáz. Egyébként ezekről a cserbenhagyásos esetekről csak egy fél mondatot. Mostanában szinte hétről hétre mindig van egy ilyen eset, és én őszintén szóval persze valahol a lélektanát értem a dolognak, de nagyon sokszor azt lehet hallani védekezésképpen a cserbenhagyótól, hogy ő megijedt. És azért hajtott el, mert ő megijedt. Uh-huh. És én ezt megmondom őszintén, én nem nagyon értem. Tehát, hogy egyrészt ugye nyilván tisztában vannak vele, hogy sokkal komolyabb vétséget követnek el azzal, hogy elhajtanak a helyszínről, mert ott válik abban a pillanatban válik a gázolás cserbenhagyásos gázolása. Másrészt pedig sokszor akár életet is menthetnének vele, és saját magukat is ezt a cselekményt is tudnák egy picit tompítani. Kevésbé súlyos lehet. Tehát ha bíróságon az van, hogy ő itt maradt és megmentett. Így van az esetben. Hát hogy nem a cserbehagyás, az persze. És hát nem az súlyos bita körülmény. És most hétről hétre, ezen a héten is volt, múlt héten is volt, azelőtt is így szinte zsinórba, és mindig ezzel védekeznek, fura módon, hogy nemrégiben egy sportoló volt, aki egy ökölvi volt, aki elgázolt egy embert, és így nem érted, hogy azt mondja, megijedt. Uh-huh. De nem attól kellene jobban félni, hogy milyen következményei lesznek. Akkor nem a dolognak. Hát szerintem akkor arra nem gondolsz. Akkor azt gondolod, hogy ezzel fogod megúszni az egészet. És az sem ugrik be, hogy adott esetben annak az embernek megmentheted az életét, akkor ha ott maradt. Sajátom. Mert ha te hívsz rendőrt, te hívsz mentőt, adott esetben első segélyben részesíted. Fontos elbírálás alá esik egyébként utána, hogy nyújtottál a segítséget, nem nyújtottál segítséget, hogy viselkedtél, mit csináltál, ez mind súlyosbítő, ennyitő körülmény lehet, persze, főleg ha te vagy a hibás, hogy ne. Nem lehet tudni, hogy ki hogy reagál, nyilván persze. Azért az egy sok helyzet, szóval, hogy én azt gondolom, nem nyilván... kerülték még ilyen helyzetbe, csak mindig ez amikor így mondják, hogy megijedtem, és azért... Olyan van sokszor, hogy megijed, de visszamegy. Tehát, hogy nyilván mire realizálódik, hogy mi történt, ott sokkos állapotba kerül ő is, elindul, és aztán fél óra múlva, 10 perc múlva, 15 perc múlva visszamegy, mert rájön, vagy akkor esik le neki, hogy tulajdonképpen mi is történt. Tehát azért az otthagyás az esetek nagy többségében szerintem nyilván felelőtlenségből történik, és megúszás miatt, de 1-2% biztos benne van, aki hirtelen annyira megijed, hogy egyszerűen pánikba esik, nem? És nem tud mit csinálni. És aztán leesik neki a dolog, és aztán visszajön mondjuk egy 5-10 perc múlva. De azért szúrt szemet ez a dolog, mert most így 3 olyan eset is volt így zsinórban, amikor ez volt a védekezés. Még melegítős vagy? Az elkövető, nem, ő még nem került el. Nézzük meg, mit tudunk az elkövetőről. Aha, nézzük. Telefonál. Telefonja van? Telefonja van. Jobbkezes. Jobbkezes? Mert jobb kezben tartja a telefont. Aha. Okos. De te hogy telefonálsz? Te bal kézzel telefonálsz? Ha te abban a kezedben fogod a telefont, én abban a kezemben fogom, mint egy bal kézzel. Én bal kezes vagyok, én bal kézzel telefonálok. Gyűlölök jobb kézzel. Tehát a jobb kézzel fogja a telefont, valószínű, hogy jobb kezes. Ugye? Uh-huh. Szereti a vidám színeket. De akkor úgy mondják már, hogy lehet, hogy alkalomszerű bal kezes, nem? Alkalomszerű? Alkalomszerű bal kezes. Igen, a mackójából ítélve piros mackóban van, tehát szereti a vidám színeket, egy vidám ember. egy vidám emberről van szó. Igen, vagy Manchester United drukker. Ha övi az autó, és nem lopott az autó, és nem azért van kitakarva, hogy mit tudom, hamis a rendszám, vagy bármi, akkor ugye jó módú, ez is nagyon fontos, és egy kereszt lóg az ablakon, ami tehát vagy egy Wunderbaum, vagy egy Wunderbaum illatosító, vagy kereszt. Egy hívő katolikusról van szó. Vagy hívő, vagy nem szereti a büdöset. Ugye? Aha, tehát azért gyerekek, elindultunk. Tehát mi vagyunk 3 most a nyomozati osztály, és meg kell találni ezt az embert, szerintem szűkítettük a kört. Sapkában tehát keresünk egy balkezes, jó, vidám temperamentumú embert, aki nem szereti a büdöset, vagy milyen vallásos. Hát, ugye? Na itt jön elő sajnos, én nagyon sokszor... Le van hajtva a napellenző, vagy nem szereti az ellenfényt, vagy migrénes. Igen. Aha. Ugye? Gyerekek. Én már kiadnám neked, hogy induljani. Többé-kevésbé megvan nekem egy picit az ebben a dologban a zavaró, amit nagyon sokszor így, hogy is mondjam, csak én így nehezményezek, hogy ugye
az atyák nem adhatják ki a gyónási titkot. Mert ugye egy mélyen vallásos keresztény emberről van szó, aki valószínűleg azért is sietett el a helyszínről, hogy rögtön meggyónja. A keresztből ítélve. És az atya nem fogja tudni kiadni. Csak mondom, hogy Audival járnak a politikusok is gyerekek. Igen? Bizony nem. Hát Audi van. Na jó, de az kékvilágos. Nem minden nem eset, dehogy is. Nem, de különböző teljezés, csak mondani, nagyon indokolt eset. Demokrat? Hát most az egy vagy egy Wunderbaum, vagy egy kereszt. Az egy kereszt, nagy aranykereszt. Tessék? Az egy nagy kereszt. Szerintem is egyébként kereszt. Ez egy nagy aranykereszt. Ez egy nagy aranykereszt. Szűkítettünk? Nagyon, szerintem hát, meg is vagyunk. Kb. Jani, meg vagyunk. Igen, én már kiadnám a parancsot. Jani, indulj, hozd be. Tudod, de már csak ennyi lenne. Hozd be, Jani. Vadon tizedes. Vadon tizedes, hozza be. Merre indulná? Ugye? Hogy azért kéne gondolkodni, hogy hova menjél. Van-e valaki mellette? Nincs mellette nincs. Senki. Hát vagy áthajolt. Igen, vagy áthajolt, lehajolt, és most keres valamit az ölében. Tehát szeret egyedül lenni. Magányos típus. Ugye? Aha. Egyedül van. Magányos típus, magányos farkas. Igen. Egy magányos, jómódú keresztény. Aki kacérkodik a politikai pályán. Jézus Mária. Ha vezet, nem tud jobb kézzel telefonálni. Miért nem? Miért nem? Ide egy hallgató. Miért nem? Hát nem kell sebességet váltani. Az automata, ez az Audi, ez egy hatos Egyel Audi. Megint bejjebb vagyunk. Automata, Audit keresünk. Kényelmes. Összerakjuk. Mi történik? Telefonál, fogja a kormányt, milyen Audit keresünk? Automata Audit keresünk. Telefonáltam, hogy elég sokszor, amíg manuális váltom volt, meg tudtam oldani. És még a kezembe volt egy fél literes kóla. Illetve ugye? Hát... Tehát, hogy azért el lehet indulni. Hát ki ez a Sherlock Holmes? Hogy hol van-e? Mi ennyit segítettünk a rendőrségnek. De az se biztos ám, hogy telefonál, mert mi van, ha fáj a foga? Ja. Fogja így. Jaj, és hogy hívják ilyen jégzselével? Jaj, mondja az elkövető. Jaj. Ez jogos. Azért tényleg. Hagyta ott őket, mert sietett a fogorvos. Mert egy három csatornás gyökérkezelésre kellett éppen menni. Nagyon jó. Nagyon jó vagy, Feri, elő kell, hogy léptessenek. Nagyon jó. Mi van a tizedes felett? Fogalmam nincs, nem ismerem ezeket. A tizedes felett? Igen. A szakaszvezető. Akkor szakaszvezető. De a rendőrségnél szakaszvezető? Most a rendem a katonaságnál vagyunk, a rendőrségnél vagyunk. Ott is van biztos. Szakaszvezető. Igen. Szakaszvezető nyomozás indítsa el. Hogy egy szakaszvezető a rendőrségnél? Jó, őrmester. Azért ne, az nekem túl nagy falat. Akkor alőrmester nincsen. Akkor altized, föltizedes vagy. Szakaszvezető, én nem értek, van szakaszvezető a rendőrségnél? Horváth szakaszvezető, jöjjön ide. Nyomozás talán. Indul. Igen? Nem tudom. Uh-huh. Szóval fáj a foga. Na jó. És egyébként azt nem tudom, hogy figyeljétek-e, de a bal keze, ahogy a kormányon van, a volánon, ahogy mi hivatalosak fogalmazunk, igen. Vagy a mutató ujja lelóg, tehát köszvényes, mert azt nem bírja behajtani, vagy ott fog valamit a kezében. Nézd meg, így. Vagy így. Lefele mutat. Aha, lefele. Ott van a bizonyíték az ölében. Tehát már jelet ad a rendőrségnek. Érted? Jelel. Aha. Jelel. Valamit tessék. Mutat, valamire fel akar érni a fél, lehet, hogy túlszul ejtették? Hát egyébként lehet, simán. Lehet, hogy túsz. Simán lehet. Lehet, hogy túsz. Aha. A saját autójában túlszul ejtette valaki. Aha. Beültették előre. Igen. Vezetnek vele. De ő jelel a rendőrségnek a kamerán, hogy haver, figyelj ide lefele. Nem? És azért valószínűleg... nem álltam meg, mert kényszerítettek, hogy így ne álljam van. Aha, meg. És de hogyha ha valaki ott lent van, és fegyvert tart rá, akkor ez valószínűleg egy kis ember lehet. Egy kis ember lehet. Lehet, hogy a több jogot a kis embereknek párt, hogy ilyen a szakadár mozgalom áll a háttérben. Figyelj, egy kis ember. Fogja a kormányt, a bal kezével lefele mutat, de a bal kezén csillog valami. Az nem lehet, hogy egy gyűrű. Tehát házas? Hát nem tudom, lehet, hogy csak barátsággyűrűje van, nem tudom. Akkor református. Tehát, személyleírás. Igen. Drága rendőrség. Jobbkezes, pályamatricás, enyhén migrénes, magányos, sportos típus, gyakran fogyaszt édességet, mert ugye rossz fogorvos, a foga. Hát, így van. Gyakran van migrén, van fogfájás, bajszos és gyűrűt hord. Tök jó. Ennyi. És nem egy hirtelen túlreagálós természet, mert ugye nem állt ellen a túlszulejtőnek. És hogy keressenek egy kis növésű embert is az ölében, aki rabul ejtette. Ha kb. Ennyi. Na, szerintem így nagyjából meg is vagyunk. Most már tényleg csak a név hiányzik meg a cél. Az meg már ti dolgotok. Ehhez is értünk picit? Ehhez is értünk. Nem? Hát a nyomolvasás? Hát ki tud úgy nyomot olvasni, hogy mi? Hát senki nem tud így nyomot olvasni.
Na jó, van, várunk közlekedési híreket, jó? Egészen nyugodtan az SMS számunkra küldjétek, hogy mi a helyzet az autópályákon, mi a helyzet a budapesti hidakon, az ország útjain, mindenre kíváncsiak vagyunk, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Hello drága hallgatók, itt vagyunk, próbáltunk az előző fél órában, vagy 20 percben egy kicsit segíteni a rendőrségnek. Reméljük sikerült. Reméljük sikerült, értünk mindent, hogy miért van a rendszám kitakarva. Lehet, hogy az autó lopott, lehet, hogy a rendszám lopott, de önmagában egyébként mi szerintem segítettünk ezt az ügyet előre gördíteni, és már a rendőrség az közelebb tarthat az ügy felgöngyölítéséhez, nem? Köszönő e-mailt, nagyon várom tőlük, hogy ha esetleg nem tudták lejegyezni az összes információt, vagy kitört a ceruzának hegye, Anna összeírja nagyon szívesen egy lapra az összes olyan információt, amit így össze tudtunk így bogarászni. És ezek csak mi voltunk hárman. Mi van, ha összeállít egy komolyabb kontingens? Ennél komolyabb. Amik ez is igaz. Ugye? Bizony. Komoly. Nyomozati alosztály lettünk. Bali szomszédja vagyok, a piros mackos, nem merek kiállni a garázsból az A6-ossal. Gyerekek, még a tablóról is letöröltem magam, mert hogy piros melegítőben vagyok. Írja nekünk. Úristen, ez az anyósom. Jött, ez is SMS-ben. Lehet, hogy a lába közti erőszakolót mutatja. Nem csak az autó, hanem a rendszám is lopott, írja Józsó, így van, tehát valószínűleg a rendszámot azért takarták ki egyébként, mert ugye, ahogy megnézték, az nem egy audióhoz tartozik, lopott a rendszám, és emiatt nem akarták, hogy valaki rátörjék az ajtót, aki, mit tudom én, egy Skoda Fabiáról lopták le a rendszámot, vagy egy Peugeot 406-osról, vagy bármiről, ugye? Tehát simán lehet, hogy a rendszám lopott, igen. Hánykor történt a baleset? Dolgozó vagy munkakerülő? Kérdezik. Több nyomon el lehet indulni. A Feri annyira jó, már nem is tizedes, huszados. Köszönöm. Ennyi. Megkaptad. Megvan az előléptetés. Srácok, a leírás alapján ez egy bíboros, és sietett a misére a kereszt és a gyűrű alapján, illetve a piros ruha. Ugye? De az megvan egyébként, hogy most valaki reggel az ugyanilyen típus autójába éppen be akart szállni a piros melegítőjében, mert megy egyébként sportolni, vagy ilyesmi, vagy egyszerűen szereti ilyen kényelmesebben öltözködni, és így meghallgotta ezt a szorít a rádióban. És elkezdett szorongani. A lakásba átöltözni. Jobb kezes vagyok, de vezetés közben balban tartom a telefont, hogy tudjak a jobbal váltani, vagyis nem automata váltós az Audi, de szép! Hoppá, köszönjük szépen! Jobb kezes vagyok, de vezetés közben balban tartom a telefont, hogy a jobbal tudjak váltani, vagyis nem automata váltós az Audi. De ő jobban a jobb kezében tartja. Igen. Tehát akkor automata. Ettől még lehet automata. De szép a gondolat mellett, hogy nem mitől rossz. Lehet, vagy nem lehet automata. Igen. Természetesen nem akarom védeni a helyszínt elhagyókat, de olyan is volt a napokban, hogy megállt az autós, és jól meg is verték alaposan. Szép napot, hát azért ez ritkábban történik. Tehát nyilván, ugye azt is boncolgattuk, hogy van az, hogy valaki nem áll meg, vagy valaki megáll, sok hatás, igen, vagy egyszerűen csak felelőtlenség. Hát, nyilván ilyen is történt már, igen, hogy valaki megállt, és mire bármit tudott volna mondani, addigra megverték, persze ilyen is történt, igen. A rendőrség csak betartja az előírásokat, nem őket kell hibáztatni, írja valaki. Így van, nyilván vannak jogszabályok, senki nem hibáztatja őket, persze, tehát nem mondjuk, hogy a rendőrség tehet erről. Van egyfajta jogszabályi kötelezettség, ezt a rendőrségnek be kell tartani. Ha a BTK-PTK védi az elkövetőt, ugye, mert hogy mi így gondolunk rá, és személyiségokat védünk, akkor a rendőrség nyilván ki kell, hogy takarja. Tehát a rendőrség csak végrehajt, ezt mi pontosan tudjuk. Így van, mi nem sárdobáltunk, segítettünk. Így van. Csak elindultunk azon, hogy találjon meg a lakosság, ugye, egy fekete Audit, amiben nincsen rendszám. Na jól van. Oké, de lezárhatjuk a nyomozást, illetve nyitva hagyjuk, de átadjuk akkor ezt nyomozati szakaszba tettük, nem? Az ügyészség föltette az összes kérdést. Gratis. Tessék? Így tessék. Így mint egyfajta állampolgári kötelesség, vagy én nem is tudom. Tényleg. Az éter, ami anonim vonalunk. Visszadobjuk a nyomozati szakaszba? Adjuk meg a nyomozati szakaszba, dobjuk. Jól van. Oké, okay, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Itt van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggelt, hello. Hello, Gyuri. Hello. Honnan hívsz minket? Pécsről. Ó. Jó, mi? Nagyon! Te király! Én laktam ott egy ideig Pécsen. Ő lakott mindenhol. Igen. A fejéredem is. Az első két éven ott laktam. Tök jó. Miért nem maradtál? Szép emlékek. Hallod, miért nem maradtál?
Hát meg 2 évesen még viszonylag kevés nyelvi eszközzel tudtam meggyőzni anyámikat, hogy maradjunk itt Pécsen, és elköltöztek Budapestre. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 2 éves korára már balhét balhéra halmozott. Igen, el kellett onnan jönni. A városból. Igen, mondták, hogy nem, tehát a Páfrány utca réme voltam. A Páfrány utcát tudod, hol van Pécsen? Hát most így lehet, hogy 25 éve lakok itt, de fogalm nincs, úgyhogy... Azt onnan lehet tudni, hogy ott lakik a legtöbb idegösszeró Balázsos Balázs miatt. Egyszer Gyuri, ha Pécset jársz, mert pedig nagy a valószínűsége, hiszen pécsi vagy. Igen, köszönöm. Menj el a Páfrány utcába. És helyezd el az emlékezés virágait. És a két ház között keres egy játszóteret. Aha. És ha te láttad a játszóteret, állj háttal a játszótérnek, hogy a hátad mögött legyen a játszótér, előtted egy 4 emeletes háznak kell lennie. Aha. Fotózd le azt a 4 emeletes házat, és küldd el nekünk, abban laktam én az első 2 évig. Na, jó, Páfrány, van, oké. Páfrány utca, játszótér. Játszótér a hátad mögött, szemben pedig egy 4 emeletes ház, 3. emelet. Ott laktam. Oké. Megcsinálod nekünk? Lefotózod? Megpróbálom, igen. De szerintem könnyű, hát találd már meg egy cíti, tök jó lenne. Kapsz egy ajándékcsomagot, értem. Jó? Jó van, kösz. A pécsi önkormányzat egyébként annyira büszke erre a házra, hogy egy ilyen kampót is felrakhatott a falra, hogy lehessen koszorúzni, de a harmadikra kívülről. Igen. Nehogy éretlenül valaki. Igen. Keresd meg, kérlek, a Páfrány utcát a játszótérrel. Jó? Ja, oké, ma felrakom. Komolyan, hova tudunk MMS-t fogadni? Morning Show, vagy mi az? Facebookra felrakja. Facebookra. Az is jó. Az a legegyszerűbb. Ja, hogy a Morning Show-ra felrakod a Facebookon. Igen, igen, igen. Az e-mail címükre is elküldheted. Nekem az is jó. Megtaláljuk, hogy... Lássa mindenki. Jó. Oké, Gyuri, drága vagy, kösz. Hát ezek szép emlékek, hát most... Majd ha lesz valaki, nem tudom, hol születtél? Én Lőrincen. Ja, hülye kérdés. Igazából a kerületet sem hagytad el nagyon. Persze, Lőrincen. Na, de az első házatokat, ha valaki hogy lefotózza, vagy neked a túj kigyorsan, hát akkor ez nem tudják, mert albérlet. Nem baj. És hátul volt. De egyébként... És Huxley. Fél srácok, én a Nagybecskerek utcában születtem. Most így kihúzza magát mindenki ott. Igen, figyelj, küld inkább e-mailben, jó? A morningshow@klassfm.hu-ra az jobb szerintem. Oké, oké, oké. Drága vagy, köszi. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Beru néném. Rendben. Nagy a forgalom. Bizony. Nagy. Nagy. Nagyán. Vagy Óvebács még részegen kószálló. Piros melegítőben egy A6-ossal. Igen, egy nagyon nagy pecsi gyűrűvel a kezét. Mutatj, mit énekelnek, figyelj! Oké. La 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 la. Ó! Az az egy fontos, legyetek jók most. Hát várjál. Jaj, még ez se nem a cím, se nem az előadó. Jaj, mi is a neve? Legyetek jók, a tudtok a... Jó! 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 Peti ez az! Ügyes vagy! Peti! Ez az! Peti a király! Megvasz! Megvasz! Számomra ez értelmezhetetlen ez a nóta. Az a helyzet, Gyuri, hogy megvan az ajándékcsomag! Ez az! Megvan! Ez az! Kidrukolt a háttérben? Hát anyám itt volt, a Timi, Peti, meg a főnököm Józsi bá. Ja, te már ment a munkahelyen akkor, aha. Hm. Igen, igen. Mit csinálsz? Hát Barodában dolgozok, mint csomagoló. Ó, miket vartok, vagy miket csomagoltok? Motoros ruhákat. Hoppá, motoros igen. Ruhákat. Igen, igen. Ilyen bőrcuccokat? Nem. Másfél. Aha. Mm. Ja, ilyen könyökvédős, hálós, ilyesmi. Igen. Az jó, az nekem valami nagyon bejön. A nyári verzió az a hálós, de mégis a gerincet védi. Az nagyon jó. Okos, az nagyon jó dolog. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, plusz egyet azért, ha elküldöd a fotót, jó? Oké, köszi. Drága vagy, köszi, ciao. Hello. Szia. Ez megvan? Mind Pécsig ez ki. Hát persze. Ez jó. Pécsig ez ki. Fél. Egyébként tök korrekt is. Progos rock megy alatta. Pécsig ez ki. Kesztyüket mutogatnak végig, nem? Kesztyüket mutogatnak végig, abszolút. Kicsit ez mind-mind Pécsi. Mint egy jó kis lightos Solaris szám. De hogy milyen komoly zenei aláfestés volt már akkor is. Pécsi kezdő reklám, így van.
mondjuk 84 vagy 85-ből, vagy lehet, hogy még korábbról. Na jó van, 7 perc, pontosan 8 óra, közlekedés híreknek nagyon örülünk, jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és a hét utolsó munkanapja van, ha valaki esetleg úgy ébredt ma reggel, hogy ezt nem tudná, ebben is segítünk, bár szerintem erre nyilván kevés az esély. Péntek, ez egy kicsit mindig jobb, nem? Vagy könnyebb, vagy nem könnyebb? Jó, én nem tudom, jó, mindenképpen, nekünk ma este volt minden estünk van. Hány rész? Most négy. Négy rész, legyűrtök ma? Így van, a negyedik seasonnek. Az utolsó négy részét, ami állítólag nagyon-nagyon erősre sikeredett. Direkt az nem jó. Olvasgattam róla semmit. Egy-két kis véleményt azért elcsíptem itt-ott rajongói Facebook oldalon, interneten, stb. De ez a négy, ez szerintem ma nagyon erős lesz. Na meglátjuk, majd mesélsz róla a hétfőn. Csornai úton az Ikrényi leágazónál Fejérszájádból rendőrmenyecske készít drága fotókat. Petya küldi nekünk, vagy küldte nekünk, M3-as 108-as kilométernél van egy trafi. A budakeszi úton miért néz meg mindenki? Csak egy kormány és egy rendszámplábla van nálam. Ezt István küldte nekünk. Köszi. 60-ban trafi a 21-esen. A Tetyó felé. Aztán Hello Balázs, megleptélé, laktam a Páfrány utca 13 és 43-on, a legjobbak a páfrányosok. Hűhallgatotok én. Nem tudod? Van, aki már Google Street View-n megpróbálta megnézni, hogy hol van a játszótér, de állítólag eltűnt. Páfrány utcában laktam, van kb. 8 darab 4 emeletes ház és 4 darab játszót. Hát igen. Trafi a 37-esen, írja nekünk még egy hallgató, és az óbudai temetőnél a Pestről kijövőket mérik, úgyhogy ott is mindenki menjen óvatosan. Köszönjük szépen. Ez is ebben a pillanatban jött. Továbbra is sok a trafi, egész hétvégén sok trafizásra lehet számítani, és hetek óta zajlik. Azt most nem tudom, hogy ez most lavina, vagy gletszer, vagy olvadóhó, vagy tavasz köszöntő, vagy nem tudom milyen... Kikelet. Hadművelet. De jó. Minden esetre sok a trafi. Nagyon. Hát állítólag Erdélyi véreink most arra számíthatok, hogy nagyon nagy havazások lesznek. Benne volt a kislánynak a hírblokkjába, hogy ott havazások lesznek, hiszen... Igen? Lesz havazásod? Igen. Én mondtam, hogy Kuba, csak hát az a baj, puhák vagytok, én még mondtam, hogy tegyünk persze, őkben. Hát már ha az északi sarkon havazik, azért hagyd ne fizessünk. Hát, ja, érted. Most érted, mert a hegyekben valahol Hargitán esik a hó, azért... Havat láttak a Everesten. Valahol. Figyelj csak egy fél mondat erejéig. Nem lehet, hogy annyira leaktad az alatt a két év alatt azt a játszóteret, hogy ezt meg is tüntették? Hát nem kellett a hely a szobornak. vagy az. Lehet, az ott sóval behintették, tudod, és kész. Tehát, hogy azt lebontották, és mondták, hogy itt többet nem. De nem, mérlekhintáztunk, libikókáztunk, ilyeneket játszottunk. Ahogy te libikókázol. Nagyon durva videó van az interneten, most láttam, ha már így a játszótér. Romániában vették fel a videót, és arról szól, hogy fiatalok nevetnek az utcán. Látod ezt a képet? Önfeledten nevetnek. Mire az egyik odaszalad egy nénihez, felkapja és megpörgeti, és a többi videózza. Igen. És elkezd vele így mérlekintázni, vagy mi ez, körhintát játszani. Na de a vállalá fogja kapja el a kabátot. A kabátját elkapja a néninek. Döbbenet. És utána leteszi, és hello. Leteszi, néni nagyon kiabál, szegény elindul, majd megint nevetnek a fiatok, megint oda rohan, az egyik fölkapja, és egy fél percen keresztül pörgeti a nénit. Én először azt hittem, hogy valami srác. Mármint akit pörgetnek, aztán letették, és aztán kiderült, hogy egy néni volt az. Igen. Igen, szegény nem erre számított, amikor elugrott tejé meg kenyerére a boltba. Szegény, igaz, valaki fölkapja és megpörgeti. Na, gyerekek, Mit gondoltok erről az Imány Linda Jude Law esetről? Azért két mondatot beszéljük, minden címlapon ez van, mindenki erről beszél. Odaért Linda. Mondhatjuk tulajdonképpen az ország Lindája odaért. A sors kiszámíthatatlansága. Én azt érzem ebben az egész sztoriban, hogy szinte hihetetlen, hogy két ember, akik közül az egyik sem annyira ismert, valahogy összefutnak egy bárba, mind a ketten magányosak, odállnak egymás, mert persze, okay. Hagyjál. Jó, vázoljuk a történetet, nem biztos, hogy mindenki olvasta az újságot, nem biztos, hogy mindenki tudja még Linda, meg Jude Law, hogy most miről is van szó. Ugye Jude Law egy nagyon híres angol színész, aki itt forgat most Magyarországon valamilyen, nem tudom, milyen kémes filmet, ebben van a Jason Statham, játszik benne. Igen. És Spy, igen. Ez a film címe. Jude Law pedig teljesen közvetlenül viselkedik, belemegy a budapesti éjszakába, elmegy mindenféle szórakozójákra, Kazinczy utca, romkocsma, egyszer jól érzi magát, és úgy látszik, hogy vannak magyar barátai vagy ismerősei, akikkel ő ugye jár szórakozni. Ez nem megszokott egyébként a világsztároktól, ugye, hogy így belevessék magukat a budapesti éjszakába.
tőle azért valamilyen szinte megszokott, mert hogy ő azért... Nem tőle, a világsztároktól. Ha valaki ide jön, azért nem nagyon jár kocsmáriumban. Igen, tehát nem jár kocsmázni, testőrök veszik körül, nem mozdul ki a szállodába, bemegy a szedbe, leforgatja az adott forgatási részt, visszamegy a szállodába, kész, zéro, nem nagyon találkozol vele. Na, hát Jude Law ki sem mozdul az éjszakából, tehát nappal alszik, éjszaka vadászik, olyan lett, mint a kisfuk. És ugye... És laza egyébként, mert hogy amúgy egyáltalán nem folytat semmiféle rejtezkedő életmódot, olvastam, hogy ő kis bejár egyébként a szállodának a fő bejáratán keresztül, igen, bárkivel szívesen fotózkodik, odaáll, autogramot ad, és egy kicsit így felül kell bírnom saját magamat, mert amikor megérkezett és rossz kedvű volt, akkor pont azt mondtam én, hogy hát milyen rossz fejek ezek a filmsztárok. Na most ő... Mit mondtam én akkor, hogy miért ne lehetne valaki rossz kedvű, ja, attól, mert éppen valaki jó fej. Nem? Tehát éppen rossz napja volt, hát most nekünk is lehet, bárkinek lehet, hát attól ő nem... Ugye, de te is, aki ebben Jude dolgozol. Ha egyből... most hallasz, megkövetlek, bocsánat. Nem kapott inni a repülőn, azért volt igen, rossz kedve. Egyben rányomultad a bélyeget, hogy hát már nem mosolyog, már milyen rossz fej. Közben halál közvetlen, tök normális, csak akkor éppen fáradt volt, utazott egy csomót, lehet, hogy Amerikából jött éppen forgatásról, ki tudja, nyugös volt. Na minden, nem is ez a lényeg. Tegnap vagy tegnap előtt este ugye a Melindánk ott volt. Zimány, nem a Veszprémi. Körben óra. Linda! Ott volt ugye, ahol Jude Law bulizott. Ez tegnap történt, vagy tegnap előtt történt? Ez mi? Tegnap éjszaka? Ez tegnap került fel az internetre. Ez tegnap előtt történt. Tegnap előtt. Ja, igen. Oda keveredett hozzá Zimány Linda. Hát... A sost kifigyelsz. De most értem, hogy érzem, hogy ezt kezded el piszkálni, hogy mit keresod. Na várj, mindjárt megnézzük, hogy ki melyik oldalon van. Mindjárt várj, nem menjünk még ennyire elő. Mindjárt megnézzük, hogy mit keresod meg. Mi történt, azt még mondjuk el, és akkor utána mindenki elmondja, hogy mit gondol az egy ügyről. Mert szerintem mindenki máshogy gondolkodik. Kicsit. Ki a hibás? Jude Law háromgyerekes családapa, a barátnős. De szerintem éppen felesége nincs, csak barátnő. Nincsen. Vagy a Linda. Hát így van, egy élettárs. Lefotózták, vagy készült róluk egy kis videó, amit szerintem a Linda tudott, hogy az a videó forog. Aha. Szemmeggyőződés, ami neki ez jól jön. Ugye egy kis telefon volt beállítva, ugye a bárpult mellé, és végig, ahogy ott a Jude Law, hát makonya részegen, Linda nyakába borul, történik egy heves kis csókváltás, majd állítólagosan, de ez már ugye csak állítólagosan, szemtanúk szerint közösen távoztak, beültek egy taxiba. Vagy most Lindát kitették-e, vagy... Vagy költséghatékonyság ennyi. Nyilván, vagy nyilván, spóroltak, kerüljön már sokba, vagy erre menjünk ketten. Aha. Igen. Na, hát hogy van ez? Hát szerintem halálosan ócska ez az egész történet. De miért? Linda szempontjából én azt gondolom, a Linda szempontjából? Igen, de miért a Linda szempontjából? Hát, hogy én ezt megmondom, őszintén elég nyomorultnak tartom. De tehát, hogy rárepülni, érted, rárepülni egy olyan filmsztár, akiről egyébként köztudott, hogy kikapos, hogy neki már több problémája volt korábban azzal kapcsolatban, hogy ő azért nem nagyon bír a vérével, tehát, hogy akkor feleség mellett is, barátnő mellett is ő azért féle-féle lépegetett. Volt olyan esküvő egyébként, ami az esküvő előtt közvetlenül hiúsult meg. Hát meg, van ez ja, úgy. Persze, igen. De miért a Linda szempontjából egyébként? Akivel, hát... De magyarázd meg, kíváncsi vagyok, hogy miért a Linda? Figyelj. Te azt mondtad, hogy a Linda ebben a hunyó, vagy hogy ez milyen ciki, vagy milyen kedlem, de miért a Linda? Hát te is említetted például, hogy erről egy videófilm, véletlenül egy videófelvétel készült egy telefonon, amiben véletlenül belenézett egyébként, egészen konkrétan belenézett az objektívben Linda, hogy de természetesen nem azért, hogy azonosítható legyen egyébként az arcára. Másrészt pedig Jude Law a felvétel alapján olyan makkonya részek volt, az, hogy azt se tudtam, mi történik körülötte. Tehát, aha, hogyha most, mit tudom én, délelőtt valahol bevásárló utcában a szomszéd asztalhoz leül, elkezd kávézni, kapucsin, az egymásra kacsintak, odaülnek, és elkezdenek beszélgetni, akkor azt mondom, hogy talán történik akkor valami. Kérdezek más, akkor kérdezek jó. Van feleségem, én lemegyek egy szórakozó helyre, és nagyon berúgok. Igen. És van gyerekem. Igen. Mondjuk három attól a nőtől, aki egyébként itt van velem, és oda jön hozzám egy nő. Ha? Igen. Akkor a nő a hibás. Nézd, tehát, hogy azért az alkohol lesmárolom azt a nőt, az embernek az érzékeit. De meg... az nem, az na, de ha én lesmárolom azt a nőt, és az a nő mondjuk visszasmárol, akkor a nő a hibás, hogy egyébként én lesmároltam? Figyelj, szerintem... Úgyhogy nekem mondjuk van három gyerekem? Egy józan és egy részeg ember közül szerintem a józannak kell döntést hoznia. Na most a családi állapotokat derítsük már fel egy kicsit, én nem vagyok a Jude Law sztoriban otthon. Hát Jack Jude Law, hát nem. Jude Law-nak van három gyereke. Nem tudom, hogy ő most kivel van. Igen, de nem a gyerekei anyjával van. Nem azzal van. Három gyerek valahol van a világban egy anyukával, Jude Law fizeti a tartásdíjat. A Zimány Linda esetében nem tudom, mi van, jár-e most valakivel?
Hát, ez szerintem mi sem tudjuk. Jó. Tehát ha két, tételezzük fel, hogy két tök szabad ember állt egy kocsma pultnál, mert ez Budapest egy kedvenc szórakozó helye, miért? Mert a rossz indulat van benned megint. Hát miért nem mehetett oda a Lindus? Hát igen. Meg... És lehet, hogy fel se ismerte. Még lehet, hogy nem is tud. Egy simán. Részeg angol. Egy ittas angol. Simán lehet, hogy nem látta a Hideghegyet, vagy a Sherlock Holmes filmeket. Nem látta, én se ismerném. Figyelj, Jani, én abban egyetértek veled, hogy tök ciki a Linda is. Tök ciki, hogy valaki megérkezik, és egyből ott, és egyből kívánom, hogy halál ciki. De nem a nő tehet róla. Tehát abban szerintem nincs igazad, hogy egy ilyen szituációban most elvonatkoztatunk tőlük, te mondjuk nagyon berugsz. És elmész szórakozni valahova, és neked otthon van a feleséged meg a gyereked, és mondjuk te smárolsz egy növel, te hazamész, az nem állja meg a helyét, hogy azt mondod, hogy én csak itt vagyok, és az a szemétnő odajött, és egyébként lesmárol, de hát ő nem tudhatta volna, hogy nekem feleségem van, azt egyik nő se veszi be. Tehát az szerintem ebben a formában nem áll meg. Az más kérdés, hogy hazánk celebritásaiból egy-két csaj, ahol ugye híresség van, azonnal fölbukkan. Ugye, hát tulajdonképpen értető okokból. Ezt azért szerintem mindannyian tudjuk, nem kell nagyon ragozni. De hogy értesz, hogy ebben az esetben mondjuk függetlenítsünk a Lindától ebben a szituációban, szerintem nem a nő a hibás, más kérdés, hogy tök ciki, abban igazad van. De ha most te hazamész, vagy én hazamész, és azt mondom, hogy drágám, én olyan részeg voltam, odajött a nő, megcsókol, azt se tudtam, hol vagyok, hát muszáj volt nekem is lecsókolnom. De nem tudod ezt megmagyarázni egy nőnek. De kint tudsz inkább fogást találni ebben az esetben? Szerintem a józan emberen, aki ráadásul valószínűleg célirányosan ment oda. A félig benyomott, egyébként külföldön, illetve nem félig, hanem teljesen benyomott, külföldön tartózkodó, egyébként köztudottan kikapos sztárhoz, vagy a sztárral kapcsolatban, hát most mi ez a kikapos? Én ezt nem értem, ezt a szót. Hát, hogy aki arra jár, azt ő kikapja a sorból, aztán valaki. Az, aki tudom, mit jelent, hát, hogy mi a kikapos? A kikapos az annyit jelent, hogy ezért, hogy hajlamos elmenni ezzel az csajozógép, macsó, ez a kikapos. Igen, igen, igen. Egy letedő akrobata. Nem, ez nem volt meg, mi ez a kikapos. Aha. De most értem, hogy akkor mit mondasz. Egyébként meg baj van a sztorival, hogy ők összesöndöröttek? Nem, hát mindketten a munkájukat végezték. De hogy van baj, miért? Hát, nem, két egészséges potens. Figyelj, csajozással, pasizással semmiféle probléma nincsen. Aha. Csak amikor ilyen, tudod, ez az első látásos szerelem, nem meg összejövök, meg akármi. Figyelj, senki nem beszél szerelemről. Ah, fura, hogy bárki mással össze lehetne ott jönni abban a bárban nyilván, és lehet, hogy még nála jó képük. Pasik is akadnak, hát, de hogy vagy életlenül. De figyelj, gondolkozz a életlenül egy világsztára. Nem tudok sajnos, mert... Együtt van a Jude Law-val, nincs egy, de miért ne jöhetne? Mondd meg nekem, hogy miért ne jöhetne össze a Jude Law-val. Akkor mondj egy indokot, hogy miért ne. Ha azt mondta, hogy ő a hibás. Miért ne? Én nem azt mondom, hogy nem jöhet vele össze. De akkor mondj egy indokot, hogy miért ne. A célirányosságával nem értek egyet, hanem én nekem ettől bűzlik ez az egész történet, hogy oda megy, és annyira kilóg a lóláb, annyira látszik, hogy miért baj, ha valaki odaszólt neki? Tehát, hogy honnan feltétel? Miért baj? Mert azt mondja, hogy figyelj, fölhívták, hogy figyelj, itt van nekem nem baj, hát csak kérdezem, fölhívták a Lindát, és azt mondták, figyelj, itt van a Gosdúdvarba, gyere le. És a Linda azt mondja, hogy nekem kell a Jude Law, lemegyek. Megszerzi magának. Hát oly sok embert. És ezért csinálok róla egy videófelvételt is a biztonság kedvéért, hogy aztán később majd öreg koromban majd össze megnézegethessem az összes többivel együtt. Jól fog kinézni egyébként a celeb portfóliójába a Lindának. Hát nem. Hát azért nézd, nem akárki került bele. Egy celeb csaj vagy, aki abból él, hogy címlapokon van egyébként, itt fotózzák, ott fotózzák, neki ez nyilván jó, tehát én az indítékot értem. Az, hogy nekem sokkal jobban érdekel, hogy találja meg Jude Law-t. Nekem most azt mondja, aki találja meg a Pesti éjszakában Jude Law-t. Hát én ott kóborolnék valahol, Visegrádi utca, Kazinci utca, Bazilika. Ho-ho! Jude! Érted? Most azt mondja, Balázs, ismered a Bazit? Én is kimennék a Gilice térre, ott körbenéznék. Előfordulok egy-két szórakozó, talán ismerem is a pesti helyeket. Azt mondják nekem ma este, barátom, figyelj, ma elmegyünk Jude Law vadászatra, megkeressük. Paragolnék ott a Kazinci utcába, jönnék, mennék. Hogy találja meg? Hogy tudja, hogy hova kell menni? Nem ez az izgalmas ebben? Honnan tudja az imány, hogy hol van a Jude Law? Ha megkérdezte. Elnézést, ne rögjön. Merre szórakozik ma este Jude Law? Ki az a Jude Law? Ja, na mindegy. Én sem láttam egy filmet, csak olvastam a Velvet-en, hogy ő az itt. Szóval szerintem egyébként, ha mondjuk függetlenedünk attól, hogy ez mondjuk az imány meg a Jude Law, én abban nem értek egyet, hogy egy részek palit, ha egy nő kihasznál, akinek egyébként családja van, ott a nő a hibás, mert szerintem nem. Abban veled egyetértek, hogy egyébként maga a sztori nyilván halálosan nonsens, hogy Zimány Linda bekeveredik Jude Law mellé, de Zimány Linda is egy hungarikum. Nem? Tehát, hogy... Pontosan. Hát, valaki dolgozik ebben az országban. Pontosan. Végre aha. Valaki dolgozik. Teszi a dolgát. Imidzsépítő. Jó nő. Angolul beszélő jó nők vannak Magyarországon. Ezt fogja mondani. Nekem inkább a Rui kocka.
A csúdlónak kellett volna azt mondani, hogy hoppáljunk meg, gyerekek, három gyerekem van, családom van, makkonyarészek vagyok, vagy kell egy barát, aki elrángatja. Tehát akkor én elvártam a barátomtól, hogy rángasson el. Érted, de hogy én hazamenjek. Most ha hazamennél a Mónihoz, vagy én a Vikihez, és tényleg azt mondom, hogy olyan részek voltam, azt tudom ki, hogy csókolom. Tudom, hogy furcsa. Hallott, lekapnának a tíz körmünket, téged és engem is. Keresztre feszítenének. Tudom, hogy az én számból ez nagyon furcsa, hogy ezt a szót használom, de nekem kicsit az elegancia hiányzik ebből a történetből, a Linda részéről. Érted? Hogy egy részek pasival nem kezd, nem járok, oda megyek hozzá, tudom róla, hogy nagyjából, hogy milyen, már olvastam az újságokban, és akkor látom. Jani, nem ilyen világban, én értem, itt van, azért nem ilyen világban élünk, ahol a nők azok. Nem ilyen világban élünk. Erkölcs meg morális van a világ. Ez a esti szórakozó hely nem így működik. Ott van egy csaj, ott van egy gazdag celeb, és azt mondja a csaj, hogy ó, igen, baromi jól néz ki, baromi híres, baromi gazdag, én is híres lehetek egy kicsit. Ezt nyilván lehet, hogy fölrakják már nemzetközi sajtóba, ide-oda, írnak róla, megfutatom magam. De hát erkölcs is, morális van a világ. Hát. Inkább hívok neki egy taxit, hát azért ez a világ, ez nem ez a világ, amit te mondasz. Én értem, meg ez nagyon szép gondolat, de azért ez nem ez a világ. Nem velük. Egyébként meg ez zajlik a Pesti éjszakában, tehát lemész ott azért nem így, ott egy részek férfi, ráadásul csúdló, hívjunk neki egy taxit, nem menjünk oda közel hozzá. Tehát ez kicsit ilyen múlt századi, de értem egyébként. Ha ott vagyok, hát, még én is összejövök a csúdlóval. Menj oda, aztán egyébként meg a Linda nem mondott nemet. Egyébként tök ciki a Linda, abban tök igazad van. Tök ciki az egész, hogy oda keveredik, oda keveredik a Linda. Hogy én egy kis szürke, kis unalmas proli vagyok, de valahogy nekem ez nem férne bele. Hogy nem csokolottál csúdlóval? Ne, hát talán, ha jó fig, nem tudom. Jó, hát tudja a nyelvét. Egy nagy hatással volt rá, mert igen, érdekel a polgárából, de nem. Érek, hallgatok, egyébként is Linda csak tartotta magát a mondást, hogy ajándék lónak, ne nézd a fogát. Ennyi. Egyébként nézd, nem mondott nemet, tehát ott azért ő kezdeményez a videón, azért az tisztán látszik, hogy ott ő nyomul, ugye jó, rendben van részeg, majdnem lefejli a pultot, de ő nem mond kvázi nemet. Nem a Linda mászott. Azt se tudja, hol van. Annyira részeg. Nem halljuk egyébként, hogy mit mondott a Linda. Tehát, nem hogy, halljuk, hogy mire szólt ez a beszélgetés, azt látjuk, hogy Judo nem nagyon fogja ezt a beszélgetést, hiszen egy másik dimenzióban tartozkodik már akkor. Igen. Na de most figyelj, a három gyerekes családapáról annyit, hogy ő neki most van egy barátnője a Judo-nak, egy Ruth Wilson nevezetű hölgyemény, aki itt van vele Budapesten, mert a Deák téren lefotózták őket. Hát volt otthon aludt szépen. Na most várjál, ők már baráti viszonyban vannak. Tehát ő ebben a pillanatban azért ez fontos elmondani, neki ez egy lezárt házasság, neki két felesége volt, az elsőtől van három gyerek, a második modell barátnőjétől nincsen gyereke. Azt hiszem, vagy ez a megosztás. Most van egy barátnője, aki állítólag baráti kapcsolatban vannak ők már csak, aki itt van egyébként Budapesten. És két független ember volt ott a Pesti éjszakában. Ez mi a probléma? Én is ezt mondom, hogy hát a Linda önmagában szerintem több ciki, ha bárki oda keveredik, de ugyanakkor magával a jelenséggel egyébként nekem sincs problémám, de szerintem tök ciki. De közben meg, ha ez két no-name emberrel zajlik, persze, akkor meg ebben nem érzek semmit, hogy most egy nő letámad egy részeg palit, hát ez naponta ezer ilyen megtörténik a budapesti éjszakában. Tehát önmagában már ezzel nincs akkora baj, hogy egy nőnek arra kéne gondolkodni, hogy itt van egy részeg férfi, hát akkor én most inkább nem lépek oda hozzá. Igazából azt kell mondanom, hogy meggyőztetek. És tényleg rájöttem, hogy rossz indulatú vagyok, mert nem valójában itt ez az egész történet csak arról szólt, hiszen eszembe jutott, hogy a Linda is lenyilatkozta nemrégiben, hogy ő szeretne ugye filmszínésznő lenni, emiatt egy ideig az Egyesült Államokban is tartózkodott. Szerintem ez az egész csak arról szólt, hogy ön megtudta, hogy a befutott komoly hollywoodi színész ott tartózkodik abban a bárban, és oda akart menni hozzá, és meg akarta kérdezni arról, hogy vajon hogy kezdje a pályafutását. Először próbáljon vállalni kisebb szerepeket színpadokon, hogy menjen el, vállaljon el ezt, vagy hogy ki lehetne az a színész, akitől tanulhatna, melyik lehetne az a színi stúdió, hogy hol, mint, aztán, hogy és a Jude Law belesuttogta a megoldást a szájába. Így van. Hát látod, hogy milyen naiv. Hát az nem a Linda múlt, hogy ez a Jude Law, ez egy ilyen kórhely állat, hogy aztán jobb berúgott előtte. De nem lehet, hogy a Linda bemutatkozott, hogy Jude Jack, és oda Jude Law, Jude Jack. Mit van? Jude Jack, Linda. Ó, távol, rokona. És elindult egy ilyen boncolgatás, és a Jude Law már odahajolt, hogy tényleg névrokonok vagyunk, drága Lindu, és akkor ebből elindult. És csak ezt kérdezte. Igen. Átsuttottak egymás szájába, hogy névrokonok-e, érted? Nem, hát nem lehet. Nem tudjuk, mi lett az este vége, mert szerintem a pali harcképtelen volt. Gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy ennyi. Tényleg, ennyire részegen, ha még teljesített is, akkor nagyon nagy. A lepedő akkor tényleg az. Mert azért, na, lássuk be, hogy nem hiszem. De nem hiszem? Igen. Voltam hasonló állapotban, akkor vesztelül ébredtem egy játszótére hajnalban. Oh. Igen. Tehát, hogy ebben az állapotban már nem tudom, hogy mire vagy képes. Olvastam egy-két kommentet ez ügyben, mert tényleg érdekelt, így tegnap rákerestem a neten. Hát azért a középkori inkvizíció az kutya fülehoz képest, amit mondjuk az Imány Linda kap.
Tehát gyakorlatilag a kommentelőknek hát biztos, a nagyon voltak nagy előzménye is. Persze, az én azt gondolom, ez mindig így, hogy gyerekek, egy ilyen esetben a nő a ribizli. Persze, egyértelmű. Egyértelmű. Ez van a kommentekben. Így van. Gyerekek, ha Linda független, hát független, most nem, én azt mondom, nem tudom, nem követtem. Hallok dolgokat, de nem hiszek el mindent. Csak a felét. Az is sok. És még egy kis becsukom a szemem, hogy most a független, hát akkor miért nem elmenne? Figyeljetek, ezért örülök ennek a műsornak, mert tényleg itt érvek, ellenérvek ütköztetve vannak, és aztán tényleg volt egy véleményem, de meggyőztetek annak a véleménynek a tarthatatlanságáról, hogy az ellenkező igaz. Én vagyok a rossz indulatú, és ne haragudjatok. Linda, ne haragudj. Jude, ne haragudj. Anna, Balázs, Feri, Zsűr, te mit keresel? Na mindegy. Szerintem egyébként, én nem tudom, ki készítette a videót, de nekem ebben az egész történetben sok morális szempontból sokkal inkább a videó készítője megkérdőjelezhető, semmit a Jude Law meg a Linda. Mert most odamész, és ott van mondjuk egy világsztár. Tehát milyen alapon veszed föl, szórakozik intim szférájába. Látszik, hogy amikor ő lecsókolja a Lindát, hogy mit csinál, a kikapós, vagy milyen Jude Law-t kapós, ami... Kikapós Jude Law-t, akkor ugye ráfordítja a kamerát. Tehát az egész, aki ebben a történetben bizony egyébként megkérdőjelezhető, az önmagában a videó készítője. Nem tudom, hogy egyébként nem játszott-e össze mondjuk a Lindával. Ezt tehát, mondom, hogyha én oda megyek, akkor én direkt készítek magamról egy videót, érted? Hát persze, celeb portfólió, mondom. Hát mennyire jól mutat, hogy ott van és vele. És a Linda többször hátra, a Linda többször hátra igen, néz. Igen, tehát igen, az egész sztori egyébként ügyes. Tessék? Véletlenül. Valami zaj volt hátul, és hátra nézett, és a sors kifürkészhetetlensége megint, hogy éppen akkor valaki felvette. Szerintem egyébként nem rossz indulaton, egyszer csak nem ismerte még a telefont, új volt a számára. És éppen megnyomta a rögzítést. Aha. Ennyi. Aha. Bocsánat, elnézést tőlük is. Hát látod, milyen veszélyek vannak a pesti éjszakában? Jobb, hogy te otthon alszol, meg Dead Walking volt, vagy Walking Dead-et nézel, hát, látod? Elmész, iszol egy felest, azt rajtad van az imány. Tudod, milyen éjszak kell lenni a pesti éjszakában? Megfordul, akit ott észnék kell lenni, ezért tesó. Örülök én neki, a zombik világa sokkal kiszámíthatóbb, sokkal egyenesebb, egyértelműbb, érted, jön, vagy fejbe lőved, vagy nem. Azt kész, ha nem, ennyi. Akkor te is az leszel. Ne haragudj, vissza is térek ma este oda. Na jó. Hát érdekes. Gyerekek, Linda odaért. Nem? Ennyi, lehet, hogy lesz egy jó filmszerep, és egyébként pedig ennyi, itt fogtok térden állva bocsánatot kérni mindenkitől ti ketten a stúdióba. Térden állni nem mi fogunk. Ja, az igaz. Ha összejönnek, és igaz szerelem lesz. Jó, mert az is benne van a pakliban, nagyon kis százalékban, de benne van. Figyelj, ha mind a ketten függetlenek, miért ne? De ez miért ne? Miért járhatna a Linda Jude Law-val? De miért járna? Hát most derítettük ki, és én ezt elfogadom, hogy egy szimplán szakmai alapú kapcsolatról van szó. Egyszerűen csak, mert ez egy jó színész, és a Linda is jó színész szeretne lenni. Ennyi, és még egyszer elnézést mindenkitől, akit megbántottam. Igen, mi a Lindát egyébként próbáltuk megszólaltatni, nyilván nem vette föl tegnap a telefont, valószínűleg nem csak mi kerestük, de nem a háta mögött, senki háta mögött nem beszélünk erről, szerettük volna, hogy ma adásba kerüljön, többször telefonáltunk, hogy mondja, hogy mégis mi történt, hogy csókol a Jude Law, meg nyálas, vagy mentolos, vagy pörkölt ízű, vagy milyen, de nem tudtuk elérni mindent. Nem vette fel. Valaki felvetés, hogy mondja, hogy I'm Jude Law. Who the fuck are you? 8:30 múlt pontosan, egy perccel lehet jelentkezni a hármas ugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, Kunszent Miklóson, sőt, és Skoda kombiból mérnek méghozzá a Tas felől érkezőket. Ezt Margó küldte nekünk, köszönjük szépen, rengeteg jelentkezés a hármasugrás játékra, még van egy kis idő, de már nem sokáig, és hát jönnek még a hozzászólások. Ugye, az előbb említett témához tulajdonképpen nincs ebbe több, lezártuk. Nincs. Ugye, nincs, megvitattuk. Nincs, még egyszer az egészségetek, srácok, ha megvolt. Jó, azért aki azt írja, hogy ez az igazi hungaricum. Cum-cum. Hungaricum. Jó, gyerekek, annak az esemesíronak is nagyon igaza van, aki azt írja, hogy hát azért inkább Linda vigye a hírünket, mint kiszeltünk. Ugye? Tehát, hogy azért, bocsánat. Tényleg minden csak nézőpont. Kedves Jude, elkérhetném az alsó nadrágodat. Szóval igen, Londonban megjelennek ma a napilapok, meg holnap, azért inkább Linda legyen rajta. Tehát esztétikailag azért mondanom se kell, hogy van némi különbség Linda javára, ugye, mint tűnci. Jó napot! Ugye, azt se tudja, hol van. Hogy akkor egészen erősen azért inkább a Linda győzzön. Na, hétvégén történik valami fontos dolog, néhány mondatot beszélünk róla.
Ugye utoljára lép hazai közönség előtt a hétvégén a magyar jégkorong válogatott jégre, mielőtt elutazna Dél-Koreába, méghozzá a Divízió 1-es világbajnokságra. Ha jól tudom, a VB egyébként 20-án kezdődik, és ez egy ilyen, hát tulajdonképpen erőfelmérő, ami most vár ugye a magyar hokisokra, mert a két VB ellenféllel is játszanak hétvégén, egy nagyon nagy arénában, de nem mondom el, hogy melyik arénában, egy csak nagy arénában. Nagy. Igen, Ausztria szombaton és Szlovénia vasárnap 18 órakor játszik a magyar válogatottal. A keretszűkítés is, ha jól tudom, már megvolt csütörtökön, ami azt jelenti, hogy mondjuk 90-95%-ban... Hogy kevesebben le. Így van, köszönöm szépen. Igen. 90-95%-ban nagyjából azok a játékosok lépnek jégre holnap-holnap után, akik Koreában játszanak majd. Uh-huh. És ami ugye még ennél is izgalmasabb, és mindenképpen érdemes róla beszélni, hogy van ez a dob be egy macit akciót. Ez egy nagyon helyes dolog. Ugye, hát ez nem egy magyar találmány, talán Kanadából, azt hiszem talán Kanadából jött. Igen, csak ott egy grizzly esett be egyszer a pályára, egy élő, és abból jött. Igen, ugye ez tulajdonképpen annyi, hogy a meccs lefolyása után plusz állatok repülnek a jégre, és itt jön a dolog érdemi része, vagy ami a legfontosabb, hogy gyerekkórházak, gyermekotthonok, óvodák kapják meg ezeket az állatokat, amiket ugye a válogatott tagjai visznek majd el, és hát tudjuk, hogy beteg gyerekeknek ugye akárcsak egy ilyen kis plusz állat micsoda örömet okoz, nem hogy találkozni ezekkel a sportolókkal, és ez a dobj egy akciót, ez most is hétvégén megtörténik. Úgyhogy... És egyébként az akción kívül, meg magán itt a világbajnokságon kívül, ha valaki nem volt még hoki meccsen, menjen el, mert óriás hangulat van. Igen. Rockzene, tehát szünetbe igen. Csang-csang, és mindenki üdvölt a jó nagyon hangulat, jó igen. Itt van Kovács Csaba, válogatott játékos csatár, ifjabb Kovács Csaba. Hello Csaba, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hello! Jól mondtam, ugye, hogy Ausztria szombat és Szlovénia vasárnap? Így van, hétvégén két mérkőzést játszunk az arénában, és szívesen látunk mindenkit, ugye, ahogy említetted, ez egy szombati mérkőzésen lesz ez a macidobálás, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy élmény a nézőknek is, nekünk is, játékosoknak, tényleg jó pofa dolog látni, amikor így a mérkőzés végén bedobnak majd pár ezer macit, és azért a múltban ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, ugye vittük ezt beteg gyerekeknek és gyermekotthonokban, ahol tényleg látni ezeket a gyerekeket, hogy mennyire tudnak örülni ezeknek az ajándékoknak, ez egy nagyon pozitív dolog, úgyhogy reméljük, hogy megint sikerre jár. Igen, ez olyan jó, amikor valamit átvesz egy ország, és valahol máshol sikeresen működött. Ez Kanadából indult, ha jól emlékszem, ugye, hogy ott kezdték el ezt a jégre dobálást. Így van, Kanadában indult ez, és utána 2009-ben vettük mi át ezt először. Azóta már pár alkalommal ez megtörtént, mind az arénában, mind különböző városokban. Ha jól tudom, akkor már 20 000 macit adtunk így ki gyerekeknek, úgyhogy ez tényleg ez egy nagy szám, és személyesen visszük ki nekik, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nekik is nagy élmény. Ez milyen? Én nem láttam még ilyet, csak felvételről, mert ugye tele van a net mind a kanadai, mind a magyar dobálással, ugye most már azért, ahogy te is mondtad, ez évek óta zajlik, hogy perceken keresztül repülnek be a mackók, meg a plusz állatok a jégre? Hát igen, egyik évben a világbajnokságon, ugye, amikor a magyar gól után elkezdték dobálni a szurkolók a macit, akkor hosszú percekig állt a mérkőzés után. A Nemzetközi Szövetség szólt is, hogy jobb lenne ezeket a meccs végére időzíteni, mert olyan hosszan állt a mérkőzés, annyi macit dobáltak. Vagy legalább megállítani az órát magyar vezetésnél. Igen, az lenne a jó trükk, hogyha ilyenkor ezt ki tudnánk használni, úgyhogy ennek annyira nem örültek, ezért lesz most részben ez a mérkőzés végén, úgyhogy hát várunk mindenkit szeretettel, ki tudja, még lehet, hogy Jude Law is ott lesz, úgyhogy akkor fotózkodni. Csak akkor nem benneteket néznek. És ha ő ott lesz, akkor biztos nem lesz egyedül. Akkor ott lesznek néhányan. Figyelj, sorsolásotok milyen egyébként, mármint a koreai VB-re kérdezem, a dél-koreai VB-re, hogy kemény csapatokat kaptatok? Hát én azt gondolom, hogy az utóbbi időkben a legkiegyenlítettebb világbajnokságra lehet számítani. Ugye mindenkit meg tud verni, pont ezért nehéz prognosztizálni, hogy mi lesz az eredmény. Én azt gondolom, hogy egy új csapattal egy stabil helyezést szeretnénk elérni. Ugye nyilván Divízió 1-be akarunk maradni, ez volt a hivatalos célkitűzés, de ettől függetlenül mi azért titkon szeretnénk mindig bravúrt elérni, hogy visszajussunk az A-csoportba. De a realitás az, hogy középmezőny környékén tudunk végezni. Hát az A-csoportban van Dél-Korea, és ugye a házigazdákat ez nyilván nem lesz egy könnyű meccs. Hát így van, ugye ott az utóbbi időben nagyon sok pénzt fektetnek ebbe a sportba a téli olimpia miatt, hogy el tudjanak indulni házigazdaként a,
a jégkorong versenyben, úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Visszatérünk egy pillanatra, a Maci dobálása, van erre egy egyezményes univerzális jel, hogy azért most néhány hallgatunk, aki holnap kimenni, csak meglássuk. Ha úgy tudom, hogy egyel indul, akkor hirtelen nem lehet meg, és mindenki bedobja. Tehát nyilván a meccs végén van. De szemét, osztrák gólt lőttél, puff, már megy is a Maci. Bedob egyet, és erre 8000 ember azt hiszi, hogy lehet Macit dobálni, és azonnal bedobják. Tehát valaki felszólítja őket nyilván, vagy mondják, hogy lement a meccs, lefújták, és akkor mehet a dobálás, nem? Igen, igen. Mérkőzés végén erre föl fogják őket szólítani, illetve ha valaki korábban dobja meg, és esetleg kiviszik, akkor fogja érezni, hogy nem volt itt az ideje, hogy Macit dobáljon, úgyhogy a mérkőzés végén a konferencia erre fel fogja szólítani őket, és akkor mindenki dobálja majd a Maciát. Igen, az olyan, mint a repülő, te elkezdesz tapsolni, akkor mindenki tapsol, tudod. Hogy igen, és igen. Bedobsz két Macit, és 10 000 Maci így berepül, azért a meccs közben az elég kellemetlen, igen. Figyelj neked, Iker fiaid vannak? Jól olvasom? Ez igaz? Jól olvasod, igen, 5 évesek. Na, és már barátkoznak a sporttal, vagy viszed már őket jégre? Hát igen, megfertőzöttek már, úgyhogy még egy ideig a légpályán fogok maradni karrier után is. Hát szerencsére, nem szerencsére, az majd kiderül, de nagyon szeretik, igen, úgyhogy hát kis majmok után az nem szerencsére. De, ez olyan, de helyesek, az olyan cuki mindig, amikor egy gyerek látja, hogy mit csinál apa, és akkor ő is a kis hoki szerelésbe, vagy teniszütővel, vagy bármivel elkezdi csinálni. Csaba, nagy kalappal akkor nektek, holnap utára is, jó? Mind a két meccse, bár ugye nyilván ezek még csak ilyen kis erőfelmérők, és aztán hát korábban pedig az egész csapatnak. Drukkolunk nektek. Jó? Rendben. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hello. Ciao. Hello. Tehát aki szeretne Macit dobni, az ne vasárnap menjen, holnap menjen, vagy szombat, vasárnap is van meccs, de Maci dobálás csak holnap. Hmm. Jó? Úgyhogy igen. Ugye ezt mondtam, most igen, kicsit elbizonyított. Maci dobálás csak holnap. Igen, Maci holnap, de meccs holnap után. Jó, és a dob egy felest akció csak a meccs után, jó? Igen, dob egy kőbány, hogy nohanyja! Na, hárosugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello, Feri! Hello! Hello, sziasztok! Azt nem mondtátok meg, hogy élő Macit nehogy vigyenek. Ja, igen, ezt elfelejtettük. Feri, Salgótarjánban éppen? Igen. Hőszigetetőek gyártó cégnél dolgozom. Aha. Ó, de jó. Na, van valahol kisgyerek? Az öcsi, illetve Iker testvérem, 5 perccel öcsémnek a kisfia. Ő neki nagy... 5 perccel öcsém. Na jó, egypetélyűek vagytok? Nem. Nem, aha, és neki van fia, és ott a Tamasz a közmozdony a menő. Uh-huh. Nagy Jonathan Huba névre menne ez a dolog. Ó, de jó. Na, hát ez már meg is van, mert ugye, hogy minden hármasugrás játékosunknak ezen a héten jár ajándékcsomag úgy, hogy nem is kell semmit csinálni. 5 perccel utánad született? Előtt? Ja, igen, utána. Azért, mert akkor igen. Aha, mert kiment a szülész inni egy kávét, vagy... Hogy én soha nem értettem, hogy ilyen hogy 5 percre rászül. Nekem van Iker barátom, ott 3 perc. Na, tehát nem jön, nem együtt jönnek, kijön, akkor még ül, ráfordul, kicsit pihen, és akkor elindul és kifelé. Szuszálnak egyet, doktor úr. Várjunk egy kicsit. Na oké, Feri, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Vihető? Na nézzük, így szól az első dedikált egér alátétért. Megvan? Köszönöm. Azt mondja, hogy milyen nemzetiségű a Barcelona csatára Neymar? Brazil. Így van. Így van. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált egér alátétért. Melyik szuperhőst alakította a filmvászon Edward Norton? Edward Norton? Igen. Egyszer alakította, mert utána már kis rúgták, mert összeférhetetlen. Igen? Volt egy kicsit. Nim, szuperhős. Azt alakította, de... Szuperhős. Segítenek a kollégák. Hát igen, és jó. Hogy ennyi időnk nincs. Mi volt? Szuperhős, vagy Superman, vagy mit mondtak? Hihetetlen hal, vagy... Igen, hák, így hal. Van, hák. Hát jól is mondta egyébként, csak neked kéne mondani, és nem a hátod. Miért nem mondtad? Mert ő halat mondott azért. Hihetetlen hal, ő hihetetlen ezt mondta volna. Hát, basszus, de kár érte. Halat értettél, Feri? Igen. Halat. Aha, azt nem tudtuk volna elfogadni. Hálk. Az nagy ember, aki igen, ahogy felidegesítik, aki irgalmatlan, nagy zöld lesz, és mindenkinek pépesre veri az arcát. Hát, Feri. Kicsit olyan, megvan. Kicsit olyan, mint a Fekete Laci beleesik a Zomász festékbe.
itt vagy, Feri? Igen, itt vagyok még. Figyelj, Thomas megvan, jó? Jó, jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Hello, sziasztok. Hello, hello. Three, two, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Feri, te most elmész, ugye? El. Igen, el kell mennie. Recepted itt van? Hoztam, spárga szezon van végre. Tele a piac. Te jó. Nagyon jó. Én ilyenkor meg vagyok őrülve. Panna tegnap mondta, hogy neked spárgalázad van, apa. Spárgaláz, nagyon jó volt, úgyhogy azt is kapott vacsorázni, van hozzá egy kis húsi, meg kék sajtmártás, és a Viki szerintem már föl is dobja ügyesen a Facebookra. Nem mondom, hogy egyszerű, hiszen ez egy nagyon bonyolult tudom, recept. Tudom, 6 perc. Igen, le kell losolni olajjal, és egy kis fűszerrel is betenni a sütőbe a spárgát, tehát, hogy nagyon bonyolult a dolog, de nem mondom. Te jó, Aleska Diamond spárgai után most végre itt az igaz. Ügyesek legyetek, és akkor hétfőn találkozunk. Ja, meg még egy nagyon fontos, aki igazi, házi húsvéti sonkát akar, egész hétvégén bábolnai sonkafesztivál ingyenesen. Már nem a sonka, csak nincs belépő. Hozzak? Nem vízezett, nem szurkál. De? Hogyne? Na, persze. Jó, majd körbeírok. Kis fokhagy meg, nem, kis babérlevél. Csak, tehát ez csak rendes a házi füstölésű, házi pászolású. Jó? Aztán, ez így egyé is. Neked nem hozok. Én vezetek, nem szoktam ilyenkor. Nem műsorvezetés közben. Autóvezetés közben. Na jó van, akkor recept fönt, és akkor így van. Oké, 5 perc, pontosan 9 óra. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt 10 perccel, jó reggelt. Kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, Feri már nincs, elment. De is mondani. Jöjjön csak. Szifilis. Nem, igen. Szifilis gonorrea kankó. Igen. Nem, egyszerűen csak fölülvöltött, hogy diszi spárga, és elrohant, úgyhogy ahogy írja nekünk egy kedves hallgatónk, diszi spárga. Úgyhogy Feri nincs, nyilván malacot vág, öl, mészárol, sonkát, nem eszik. Az a baj egyébként, hogy tehát tudjuk nagyon jól, hogy a sertések rendkívül intelligens állatok. De most és miért kell lesertésezni a Feri? Ja, kicsit messzebb indítom a történet, ez félreérthető lehet. Két lábon is megszorultak, Gerni, de ekkora bunkó vagy. A sertések nagyon-nagyon intelligens állatok, és nagyon működik az ő hetedik érzékük, és amikor a Feri kiteszi a lábát a stúdióból, abban a pillanatban az ország összes sertés így behúzódik az legtávolabbi sarkába, és kigúvad a szembe, és rémülten néz a kijárat felé, illetve ami bejárat is egyben. És az van a kis agyú, hogy nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Ha Feri elindul, akkor ők rettegni kezdenek. Igen, de most nem állatot ölni ment, meg nem is szalonnát tenni, meg pálinkát inni. Csak meg asszisztálni minden. Igen, tehát nem azon sztereotípiák között halad, amiben mindig megpróbáljuk szegényt beleszorítani, hanem elment dolgozni. A dolgozóba. A dolgozóba. Figyelj, egyébként szerintem ezek a sztereotípiák, ezek abból a szempontból jó dolgok, hogy mindig az. Hogy egyrészt van valóság alapjuk, másrészt meg az ember tudják valamivel azonosítani. Ez a kulináris vonal, ez a Ferinek abszolút jól áll, ez az ő sajátossága, ez az ő védjegye. Hány olyan közszereplő van, akivel kapcsolatban nem tudsz elmondani semmi olyat, ami csak rá lenne igaz, csak az ő jellegzetessége lenne, és abban hiteles lenne. Megint allergiás, hogy csipesz van az orrodon, megint meg kezdesz bedurulni. Basszus, nem hiszed el, hogy megint otthon felejtettem ezt a rohadt orrsprayt. Na ez a baj. De a feleségettől kaptam krémet. Milyen krémet kaptál? Az aranyjelenre. Ő az arcának kenében. Mert olvasta valahol, hogy azt feszesít. Azt hiszem a Gwyneth Paltrow is ezt csinált. Igen, az aranyjelenre kaptad, akkor nem az ő krémet, az enyém, csak az ő táskájában. Oh. És volt, hogy múltkor egy kicsit túl sokat kentél rá, és alig tudtad vissza gyöbeszölni a tubusba. Ez a baj, látod, hogy megint hozzászoktatod az orrod mindenféle ilyen orrcseppekhez, szintetikus dolgokhoz, ehhez, hogy végre már elmenni bali homeopátiás orvosához, aztán meggyógyulnál. Fújod magadba ezeket, tönkre megy a nyálkaártyád, ne csináld. Idő után ráadásul már nem tudsz megállítani a lejtőn, késő ahhoz, hogy segítő kezet nyújts. Ez a bajom, igen. Na jó, van, nézzük, hogy milyen közlekedési híreink vannak péntek reggel. Én nem tudom, mi van velem, olyan nyomot vagyok, hogy az nem is értem. Te tudod, hogy mi van velem? Olyan nyomot vagy. Ja. Nem tudom, mi van velem. Olyan nyomot vagy. Az M0-ás újpesti kiárója előtt a Megyeri híd felé van egy trafi, ez Zoli küldte. Salgótarjánban a Csokonai úton, méghozzá Csokonait 30-as, ja nem, a Csokonai úton 30 a megengedett sebesség, szép fotbali. Ezt Gábor küldte nekünk, már megint Alfa Service kérdezi, aki. Nem, de most gonoszak vagytok, de nem, abszolút nem. Most nem az Alfa Service-ből felé, nem? Vagy megint?
Hát nem láttam is erre. Nem akarok semmit mondani, mert van valóság alapja a dolognak szerintem. Komolyan? Nem. Főutca a Clark Ádám tértől a Batthyány térig áll, ezt Levi küldte nekünk, és mérnek a 11. kerület Tétényi út, Etele út sarká lévő CBA-ban akciós sonkát. Jaj, Istenem, én meg rászaladok. Csak hogy zajlanak a közlekedési hírek, ugye mindent jelölök a saját monitoromon, hogy aztán tudjam olvasni a híreket. És bejelölök mindent kékkel. És a mérnek a 11. kerület, végig se olvasom, mert tudom, hogy ez majd közlekedési hír lesz, és bejelölöm magamnak kékkel. A sárgával jelölöm azt, amit a hallgató ír, pirossal jelölöm, amit akit mondjuk vissza kell hívni, és kékkel ugye a közlekedési híreket. Te is szoktál, vagy aki látja, az mindig bejelöl nekem, hogy tudja, mit kell olvasni. Neki szellemeskedés van, arra nem vagyok felkészülve. Figyelj, gondolkodtam rajta, hogy vajon mi lehet veled. És most már tudom, mi van veled. Kinőtted a szereped, ha a jelmez szétszakad, nem veszed fel a másikat. Nem tudod, mi van veled, jöhetne a szerelem. Jézusom, gondolkodtam rajta, hogy honnan ismerem ezt a lumát. Zoltán Enika, a remete lány. Remete lány. Csak így micsoda hívtak. Ötlet. Remete lány, soha többet nem szeretnék egyedül lenni, mert húha, ott elvesztettem a fonalat. Na. Figyeljetek, találtam tegnap, azért mondom, hogy figyeljetek, mert itt van Zsűrisben a stúdióban, ilyen szürke eminenciásként, hallgatag némasági fogadalmat tevő barátként. Találtam egy marha jó kis összeállítást arról, hogy összerakták az összes, az utóbbi 10-15 évben prosperáló akciófilm sztárt egy olyan listára, amit az alapján állítottak össze, hogy ők hány embert öltek meg a filmjeikben. És egészen durva a végeredmény jött ki. Gyakorlatilag itt azt mondja, hogy több mint 20 sztárnak a neve szerepel. De várj, ez arról szól, hogy kiadják a 20 sztárt 20 embernek. Így van. Mindenki leül, és egyenként, fejenként a sztárhoz kapcsolódó 30-40 filmet végignézi. Így van. És a filmeken belül egyenként megszámolja, hogy hány ember halt meg. Ez első ráközelítésben ez ilyen nagyon hihetetlenül hangzik, ez nagyon abszurdnak, de hogyha belegondolsz abban, hogy mondjuk te is valószínűleg egy Bruce Willisnek, vagy egy Arnold Schwarzeneggernek, te az összes filmjét láttad már, sőt, valószínűleg többször is láttad ezeket a filmeket. Egyszer miért ne lehetne úgy végignézni őket, hogy közben meg számolgatsz is? Jó, de hát azért egyszerre végignézni, érted? Tehát én láttam az összeset mondjuk 30 év alatt. Most le kéne ülnöd, és az összes Chuck Norris filmet megnézni, valószínűleg azért picit belesápadnál. Nem? Kb. 60 filmje volt. És akkor még ott van még a texasi koporsorozat, meg a nem tudom mennyi, meg ugye a Delta Force. És gondold el, tehát ma péntek délután neked eltűnt magányos fantas, rengeteg. Péntek délután kettőkor azt mondják, hogy oké, számold össze, és szóljál, ha végeztél. Az azt jelenti, hogy ha van mondjuk 70-80-90 filmje, mert ennyi biztos, hogy van, mert bizony, nagyon sok C-kategóriásba játszott, fejenként mondjuk másfél óra. Na nézzük meg, ki van az élen, vagy ki nyert? Na, találjátok ki, hogy ki van az első helyen. Én megmondom, hogy kiket lehetett szerintem mérni. Nyilván a Schwarzi, nyilván a Stallone, most még nem sorrendben mondom, nyilván ott van ugye a Chuck Norris, nyilván ott van Bruce Willis, ugye? Így van. Egyet tévedtél. És ez nagyon megdöbbentő lesz számodra. Hogy ki van még ott? Hogy ki nincs ott. Azok közül, akit felsoroltál. Michael Dudikoff ott van? Nincs, képzeld el, Steven hogy nem. Steven Seagal? Ott van. Ott van Steven Seagal? Így van. Na és kit nem mondtam, hogy miben tévedtem? Chuck Norris. Nincs ott? Nincsen rajta. Ugyanis vannak olyan filmsztárok, akciófilmsztárok, akik nála többet öltek. Valószínűleg azért, mert ő úgy ölt, hogy nyomuk sem maradt. Ő kitörölte őket a történelembe. De miért? Csak egyszerűen megölte őket. Hát a Delta Force Commando. Nem. Felülmúlták őket. Valószínűleg az van, hogy mivel a listán szerepel jó néhány B-kategóriás sztár is, akik abban tudták felvenni a versenyt a nagy Chuckkal például, hogy sokkal többet öltek, sokkal többet mészároltak, mint ő, és ezért ők rajta vannak a listán, Chuck viszont nincsen. Ki vezet? Ki az első? Az első, nem más, és ebben szerintem semmi meglepő nincsen. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger vezeti a listát? Így van. 369 embert ölt meg filmes pályafutása során. Az nagyon kevésnek tűnik. Az nem lehet. Hát csak persze, a Terminátor... Ja, ha csak a Terminátor sorozatokat megnézed, hát abban minimum összejön mondjuk 40 ember. 369 csak összesen. A Kommandóban, amikor bemegy a végén, és a lányát kiszabadítja, ott lemészárol körülbelül 50 ember. Abban rengeteg sebesült is van. Ezek olyan emberek, akik teljesen egyértelműen meghaltak, akik olyan sebesülést szenvedtek, akik olyan fejlővést kaptak, akik darabokra szakadtak, stb. Hagyj ne ragozzam a dolgot, akik biztos, hogy meghaltak. A Schwarzinak 34 filmje volt összesen, a Willisnek 75 darab filmje volt összesen. 75 film, gondold el. A Stallone-nek pedig 40 filmje volt összesen, kapom a filmográfiákat.
Tehát a Schwarzi a legkevesebb a Willis és a Stallone közül, és 34 film alatt mégis ölte meg a legtöbb embert. Ölte meg a legtöbbet, és képzeld el, hogy Bruce Willis csak a 14. helyre ért oda. Bruce Willis mennyit ölt meg? 157-et. Akit meg is ölt. 157 embert összesen. Akit meg is ölt, így van. Furán kevésnek tűnik ez. Akkor csak egyet számoljál le, és tudjuk, hogy a többi szám is igaz-e. Melyiket vállalod be? Most a hétvégén. De számold el a Stallone-t, a Willis-t, a számold el a legkevesebben. Azt mondja, hogy a Willis-t azt én megszámolnám nagyon szívesen, mondjuk megszámolnám. De a Willis-nek kihullana, még a maradék helyed is 75 darab filmje van. Tehát ő a legtöbb. Aha. Vagy a Schwarzit kellene megszámolni, vagy a Stallone-t, akinek 40 és 34 darab filmje van. Nem á. De milyen durva, hogy a Schwarzinak volt a legkevesebb filmje egyébként, nem? És valószínűleg ő hozta a legtöbb pénzt. Hát igen, igen. Arnold Schwarzenegger első filmje Herkules New Yorkban. Igen, igen. Mondjuk abban még nem halt meg senki, 1970. Nem. Maradj mondja, hogy a harmadik helyen van egyébként Sylvester Stallone, tök érdekes módon, nem, mert hogy Chow Yun-fat volt az, aki a második helyre befért, egy ázsiai színész. Az ki a csöcsöm. Na, de őt nem ismerem, ő ki? Például a Tigris és Sárkányban játszott. Ja, Tigris és, úgy szeretem azt. Igen, a filmet. Ő nagyon sok akciófilmben is játszott. De ő inkább Ázsiában, Ázsiában is, így van. Azt mondja, hogy a negyedik helyen Dolph Lundgren van. Dolph Lundgren. Igen, hát ő azért mészárolt elég rendesen. Tehát, hát, csak a tökéletes katonában, igen. A Vörös Skorpióban például. Ez a Vörös Skorpióban például. És ki van még a listán? Azt mondja, hogy a negyedik helyen Tomi Saburo Wakayamával, ő egy japán színész, én egyiket nagyon szeretem. Azt mondja, hogy Clint Eastwood következik utána, Nicolas Cage, Jet Li, Clive Owen. A Clive Owen például számomra egy tökéletesen meglepő. Hát most én nincs előttem az arca hirtelen. Tehát, hogy őt például egyáltalán nem értem, hogy került fel a listára, miközben közvetlenül utána Wesley Snipes van, és Jason Statham. Szerintem én őket például láthatatlanba előrébb tettem volna. Clive Owen az nekem így... Azért Chuck Norris nem öl, csak engedélyt ad a megszületésre. Csak nem ad engedélyt. Csak nem ad engedélyt a megszületésre, igen. Szóval akkor a Schwarzi vezet 34 filmen, mégis ő ölte meg a legtöbb embert. Így van, 369-et, több mint azt mondja, hogy hát 2,5-szer annyit, mint Steven Seagal. Mert ő csak 146-ot. Hát a viszont Steven Seagalnál az egyfőre eső kifordult a válla, kifordult könyökök, eltört lábszárak esetében, hogyha ezt néznék, akkor valószínűleg torony magasan vezetne. Mondjuk igaz, lehet a Schwarz egyébként, már ugye a T1-ben meg a T2-ben ott kiírták, emberi áldozat nulla. Ugye emlékszel arra a részre, amikor lemészárolott mindenkit, és ott a végén már megokosodik, ott a T2-ben, amikor már nem öl meg semmit. Ugye senki. Azt mondja, hogy én nem öltem meg őket, nem haltak meg. Túlélik. 34 darab filmet kellene megnézed, mondjuk átlagban mindegyik 2 óra, ugye? Akkor azt néznéd 68 órán keresztül. Tehát az azt jelenti, hogy most elkezded, és majdnem 3 napon keresztül csak Schwarzenegger filmeket nézel, tehát hétfő reggelre végeznél kis túlzással. De úgyis, hát az több mint 700 óra. Hogy számolsz? Hát 34 filmje van. Ja, igen, ja nem, ja, bocsánat, én a halottak számával szoroztam meg. Igen, 34 most meg meglepődtem, okay. Hogy hogy lett a 34-ből 700. Hanem a sajómat. Ennyire. Ezt érzem, még vissza is fejlődtél. Tehát a 34 darab film, az 68 óráig kellene nézned az összes Schwarzenegger filmet, és akkor végeznél csak. De ez nem létezik, hogy ezt egy ember leszámolta. De akkor 3, lehet, hogy fél, hogy ezt kiadták egymásnak, és mindenki leszámolt mondjuk egyet. Nem? Igen. De honnan tudod, hogy meghal, és nem csak eldől? Tehát a filmből kiderül, hogy fölrobban. Hát mert hogy mondják, hogy nekem annyi. Én sem veszek már tartós. Ezeket szerinted ők is tudják? Tehát amikor mondjuk a szupercellában együtt játszik a Schwarzi, meg a Stallone, és ott ülnek egy forgatási szünetben, tudják, hogy milyen hülye piti vagy. Én csak 3-30 szóval, te csak 142, de nyomorult vagy. Tehát vajon ők erről dumálnak egyébként? Biztos, nem? Biztos vagyok benne. Biztos, hogy ők is nézik ezeket a különböző kis kimutatásokat. Hát októberben megkérdezhetted volna. Arról, hogy elvállaltad volna azt a műsorvezetést. Ja, amikor itt lesz. Igen. Hogy tudja, hogy hány ember tölt meg összesen. Csak ezért vállald már el. Megkérdezed tőle, megkapod a választ a műsor előtt, akkor menj haza. Mondd vissza. Köszönöm szépen, megtudtam, amit akartam. Vagy Michael Dudikoff mit csinál most? Most ebben a pillanatban mit csinálhat? Lehet, nem hogy is van valami gyorsétterem hálózata, vagy ilyesmi. Nem is az, hogy mit csinál, hanem, hogy amikor ő ilyen VHS sztár volt, ugye? Tehát ő mozisztár igazából soha az amerikai ninja. Ő volt az amerikai ninja. Igen, de abban játszott Sókosugi és Franco Nero is. Csak mondom. Sőt, a Sókosugi is Franco Nero volt az amerikai ninja, abban nem, de abban is volt a Dudikoff.
Volt a fehér ninja, igen, meg a fekete ninja. Igen, Franco Nero is volt ninja. Ez utána biztos. Egy miből élsz? Csak később lett belőle Attila. Egy ilyen VHS-sztár vagy. VHS-sztár vagy, és mi lesz utána? Tehát Michael, mint színiiskolát nyilván nem tudsz csinálni. Van egy étteremláncod, összeállsz a Willisszel, mondjuk bedől. Hát a VHS-sztárból, hogyha törzsfődészt nézzük, akkor DVD-sztár lesz, utána pedig Blu-ray-sztár. jó, akkor most éppen Blu-ray-sztár. Hogy tehát van valami infót, hogy ő például mit csinál? Semmi, nagyon érdekes, én mindig vissza-vissza szoktam így nézegetni, hogy ezzel azzal mi lett, hogy néznek ki. Nagyon szeretem ez ilyen volt, ilyen lett fotókat, hogy megnézni, hogy mondjuk Don Dragon the Wilson, illetve a Don the Dragon Wilsonból például mi lett. Most láttam egy marha jó filmet, Mark Dacascos-szal. Nagyon jó lehetett. Úristen, de sajnálom, hogy egy nem láttam. Egy dokumentumfilm egyébként, dokumentum volt, azt mondja, hogy talán a Discovery, nem vagyok egészen biztos benne, de egy nagyon híres történelmi személy, Miyamoto Musashi, az egyik legnagyobb japán kartforgató, nyomába eredt Japánban. És nagyon érdekes volt látni, ő egy kifejezetten jóképű, nagyon jó felépítésű, nagyon ügyes akciófilm sztár volt, és most tök jó volt látni, egy kicsit idősebb, most már 50 év körül van, és ahogy ilyen történelmi igényességgel végigment a különböző helyszíneken, meg végigcsinált ezt a filmet, hát nem tudom, hogy mostanában forgat-e már, de ebben jó volt. Aha, elmondva ez őrületes és izgalmas lehetett, hát a hideg kirázott, hallott. Csak mondom, Michael Dudikoff első filmje, 1985, Radioaktív álmok. utána jött az Amerikai Ninja, Amerikai Ninja 2, szakaszvezető, Halálfolyó. Ezek azért jó filmek voltak. A Halálfolyó? Hát ez kimaradt, de megnézem majd a 200 forintos filmek között a tecsóban. 2002-ben forgatta az utolsó filmjét. Amerikai katasztrófa film, a Hurrikán Zóna. Ez volt az utolsó filmje 2002-ben. Mit akartál mutatni, a fényképét? Nem. Hogy mit találtál? Ja, hogy forgat most is. Ebben a pillanatban is? Miért? Mi ez egy webcam? Aha. Nem, szerepel a Feláldozhatókban. Azt tényleg? Igen. Benne lesz? Hogy benne lesz az új Feláldozhatókban? A Feláldozhatók 4-ben, igen. Hát 2016-ban. Amiben egyébként benne lesz például Mel Gibson is. Hát szegény, meg Antonio Banderas is. A Gibson már sok mindenben nem tud benne lenni. Igen. Egy-két kijelentése után nagyon gyorsan elkaszálták azok, akik döntenek arról, hogy ki melyik filmben lehet benne és melyikben nem. Na jól van. Oké. Van még egy fontos hétvégi esemény, amiről szeretnénk beszélni, ez egy jótékonysági rendezvény lesz, azért is csinálunk neki publicitást, mert feladatunk nyilván néha, hogy egy kicsit segítsünk, és pontosan ezért foglalkozunk ezzel az üggyel is. Ugye van egy szervezet tulajdonképpen Magyarországon, és ennek a szervezetnek van egy mentőautója, ez a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, egy közhasznú alapítvány jóvoltából egyetlen rohamkocsit, vagy gyermek rohamkocsit üzemeltetnek Magyarországon, és az elmúlt 15 évben ez a gyermek rohamkocsi több mint 30 ezer, ezért nem akármekkora szám, több mint 30 ezer bajba jutott kis betegen tudott segíteni. Ez egyébként egy közhasznú alapítvány, nem is ez a lényeg, hanem hogy a 15. születésnapja alkalmából rendeznek április 12-én egy különleges musical gálát. És hát ennek a gálának hogy is mondjam, nem is a reklámozásával szeretnénk, de talán így is lehet mondani, egy kicsit segíteni, hogy mindenki ez eljusson, hogy milyen fontos dolgot csinál ez a közhasznú alapítvány. És egyébként milyen remekül működik immáron hazánkban 15 éve a gyermekrohamkocsi. Ugye lehet látni egyébként, városban, szerintem, ha látod a fotót, akkor ezt te is megismernéd, hogy melyik autóról van szó. Ebből egy van az egész országban. És itt van dr. Gosler Ádám a vonalban. Hello Ádám, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Ugye ez a gyermekmentő szolgálat közhasznú alapítvány autója, ha jól mondom. Ugye ez a gyerekrohamkocsi? Így van, tehát a budapesti gyermekrohamkocsi, aminek most szülinapját most ünnepeljük. Ő 15 éves, és ez a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítványé, és az országos mentőszolgálat használatába adtuk, úgymond, tehát az országos mentőszolgálat irányítása alatt áll ez az autó, és velük szoros együttműködésben végezzük a gyerekeknek a mentését most már. Ebből egyetlen egy van ebből az autóból? Hát ebből az országban egyetlen egy ilyen gyermekrohamkocsi van. Szerencsére azért, ahogy fejlődött az alapítvány, 5 évvel ezelőtt a Miskolci régióban, és 4 évvel ezelőtt a Debreceni régióban is tudtunk egy hasonlóan világszínvonalon felszerelt gyermekmentőorvosos kocsit is létrehozni. Ott egy kicsit más mentési elv van, ott nem egy ilyen hagyományos dobozos mentőautó van,
hanem egy úgynevezett mentőorvosos kocsi, tehát beteget nem szállít, csak a világszínvonalú technikát meg a tudást viszi a helyszínre. Uh-huh. És most lesz ugye a szervezet 15. születésnapja. Ha jól tudom, azért is nagy szó, mert ugye állami támogatás nélkül működtök, ami pláne szenzációs, hogy ennyi év után ilyen színvonalú munkát tudtok csinálni. Így van, hát mi azért döntően az adó 1%-okból tartjuk fent az alapítványnak a működését, de azért a 15 év alatt nagyon sok támogató gyűlt körénk, aki segíthet ebben. Itt azért nagyon nagy költségekről van szó, tehát egy ilyen mentőautó, ami biztosan állítottam, hogy Magyarország legszebb mentőautója, meg világon bárhol megállna a helyét, ez mondjuk felszereléssel együtt 60 millió forintba kerül, és ugye ezt napi szinten működtetni is kell, gondoskodni kell a rajta dolgozó gyerek intenzíves orvosok képzéséről, tehát ezek mind-mind olyan költségek, amiket össze kell gyűjteni valahonnan. És holnap lesz a gála, ugye néhány mondatot csak erről, hogy minél többen eljutassanak erre? Így van, tehát április 12-én holnap este 7 órakor várunk mindenkit, egy musical estet szerveztünk azért, hogy megköszönjük az elmúlt 15 évnek a támogatását. Ez Budapesten lesz a Folyondás Sportközpontban, és hát a musical műfajnak nagyon neves képviselőit sikerült megnyernünk tulajdonképpen. Ők gyakorlatilag első szóra álltak emellé, a jó ügy mellé. Így és hát mindenkit szeretettel várunk, gyakorlatilag másfél mozi egy áráért, nem csak, hogy egy jót szórakozhat, még egy ilyen jó nemes ügy mellé is állhat. Csak kett csinálónak egyébként, elmondok néhány nevet, azt mondja, hogy Feke Pál, Fésűs Nelli, Egyházi Géza, Szomor György, Vastag Tamás, és ott lesz a mi Áronunk is, Kovács Áron. Így van, többek között. Ki akartam őt emelni, tapasztaltam el. Igen. Vannak olyan gyerekek vagy szülők, akik esetleg mondjuk évekkel később visszamennek, és mondanak néhány mondatot, vagy megköszönik nektek, ugye vagy már a gyerekből közben felnőtt lett, vagy kamasz lett, és mondjuk akár a holnapi rendezvényre elmegy, vagy akár meglátogat benneteket egyébként, és megköszöni a segítséget? Hát nagyon sok köszönő levelet kapunk, meg nagyon sok köszönő rajzot kapunk gyerekektől. De jó. Meg nagyon sok úgymond kis fanatikus rajongónk van a Facebook oldalunkon is, és ők azért követik a mi tevékenységünket, és őket is nagy szeretettel várunk, többen jelezték, hogy részt fognak venni az eseményen. Hát most már ilyen 15 év alatt 30 ezer bajba jutott gyermeken tudtunk segíteni, úgyhogy reméljük, hogy sokan közülük már olyan életkorban vannak, hogy ezen az eseményen is részt tudtak majd venni, vagy egy családjuk. Oké, Ádám, nagyon szépen köszönjük, mi is azért beszéltünk róla, mert mindig szoktunk, ha egy ilyen jó ügy van, és próbálunk mi is így a saját csatornáikon keresztül egy kicsit segíteni, úgyhogy reméljük, hogy holnap minél többen lesznek, nektek pedig jó munkát, köszönjük nagyon szépen. Köszönjük a segítséget, sziasztok. Köszönjük, Gosler Ádám, gyermekrohamkocsi orvos igazgatójával beszélgettünk, köszönjük szépen. Írja nekünk egy hallgató, az M7-esnél a 37-es kilométernél lerobbant egy Alfa, ugye nem a Feri? Nem hiszem. Szerintem a Feri taxival jött ma, úgyhogy... Egy kölcsönautóval jött, egy másikkal. Ja, akkor azért nem láttam itt reggel az autóját. Szintén olaszsal. Most akkor tényleg mi van az autója? Akkor most tényleg szervizben van? Nem akarom kibeszélni. Igen. Nem, most azt hiszem, hogy műszaki szállt. De lehet, hogy reggel lerobbant, és átszállt egy másik autóba? Nem tudta el tegnap elhozni. A szervizből? Igen, mert még mindig körbeálták. Csodák az arc. Köszönöm, nézd már, hogy tartja egy ma a festék. Szóval én néztem reggel, ugye mindig eljök, csak egy hátul állok be a hátsó beállóba, és nem láttam a Feri autóját. Mondom, most vagy elaludt, amit soha nem szokott, vagy megtörtént a legrosszabb. Nem, fihet, tényleg nem akarom kibeszélni, csak azért mondom el most neked, mert most kettesben vagyunk, és nem hallja senki, hogy nem tudta elhozni tegnap az autót, valamiért, és igenis adtak neki egy kölcsönautót, és hazzal jött, mert reggel ezért. De mit tett? Mondd el senkinek. Megtámadta megint a nagyon híres olasz kuplunk penész? Nem. Mi az Isten történt, már megint elkérdezett? Nem, átment egy pocsolyan, és beállott. Gyerekek, én mondom, hogy olasz autó, jó autó, de... De mi a baj a kocsival egyébként? Mert hogy szerviz, kötelező szerviz, vagy mit tudom én, gömbfej, vagy összekötő gömbfej? Azt kérdezem, hogy mi a jó benne, mert érted, arra lenne időm. Megint mindent tönkre menne? Nem, szerintem egyszerűen lejárt a műszakia. Azért nem kell szervizbe venni. 78-ba. Ja, most kapja meg az OT-rendszámot? Ja, értem. De nem, azért nem kell szervizőben lejár a műszaki, de akkor műszaki szervizet kell elvinni. Tehát ha jó állapotban van a kocsi, akkor elviheted egy ilyen átvizsgálásra. Valójában egyébként azt hiszem, hogy ez nem is ilyen szakszerviz volt, hanem egy olyan sofitunik. De nem, valami építőipari Kft. És csak hogy hívják, téglabakokat adtak alá. Jó. Azért nem láttam akkor a kocsiját. Még olyan rossz kedvű volt ma.
minél úgy kinézett az ablakon, úgy vágyakozva, és kérdezte, Bali, neked itt van az autó? Mondom, persze, Feri, minden reggel itt van az autóm, de jó neked. De úgy nem értettem, hogy ez. De jó lenne, nekem is lenne. Gyerekek, nézzétek már meg, hogy aki ott áll az M7-es mellett, az nem a Feri. Jó? Jó. Na, a Feri, akkor viszont menjen érte egy hallgatónk, vegye már föl, és akkor vigye el valóban, el akart menni. Tényleg, arról ismerték meg, hogy nagyon sármos, fazonra van borotváló az arcán az öltözet, és a zakója, azt hiszem, hogy egy eredeti Antonio Carbonari. Igen, nem egy ciao amici van rajta most. De nem lehet, hogy a Feri autóját néha elkérik, és kiállítják, és bele lehet ülni, és azt mondják, hogy tesó, ülj bele, nézd meg, hogy ezzel az autóval még lehet menni? Nem lehet, hogy viszi körbe város? Hát, vagy az van, mert engem tegnap elvitt a Gilice térig, nagyon rendes volt, és ezt köszönöm szépen annak, aki átadja neki, de most úgyse hallgat minket, mert ugye csak kettesben beszélgetünk erről a dologról. Én ott láttam, hogy nekem úgy tűnt, hogy az Orci kertben nálunk most éppen állítanak fel egy wurstit, és lehet, hogy kölcsön adta a Dodge Jam-nek. Na most várjátok, egyébként, ha most ő lerobbant az M7-esen, vagy a Feri állott. Igen. Biztos, hogy nem áll neki stoppolni, csak úgy, hogy ő most lerobbant. Tehát lehet, hogy a Feri most úgy állott, hogy álcázza magát. Ja, de nem tudja, mert most nem az autójával ment. Hát igen. Na mindegy. Hát titokzatos dolgok ezek. Feri. De mivel hozza vissza fel a sonkákat akkor? A combjain. Vagy hogy ellobja a 13. kerületig. Vesz egy nagy levegőt és átfújja neked Lőrincre. 9:50 volt pontosan 4 perccel. M5-ös gyálmagasságában a Molkó úton kigyulladt egy kamion. Forgalmat nem zavar ez. Zsolt küldte nekünk, valamint az Újnulláson a 37-es kilométernél a Molkút után ég egy kamion. Az autót járható, tűzoltóság még sehol. Ez pedig Carlo küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez valószínűleg ugyanaz egyébként, úgyhogy hát kétszer elolvasok egy közlekedést, hogy annyi vagy lehet, ha valaki a kettő között kapcsolta be a rádiót. Igen, hát ha valaki nem arra. 9:50, 4 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 7 perc, pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Milyen beteg videókat nézek, azt nézed, nem? Valami szegény nyanyát kergetnek körbe. Figyelj. Jó képű fiatalok. Elképesztő, hogy miket csinálnak. Szóval, hogy ez de csak játszadozni szeretnének vele, tehát semmi különös. Hogy, hát én nem is értem. Igen, fölkapják a mammert és megpörgetik. És a köntösénél fogva. És utána megpróbál 10 méter, megint utána annak, és megint megpörgetik. Döbbenet. Csabikám, mi újság van? Hol a Feri? Hát ez egy szomorú történet. Igen, de nem beszéltünk róla, mert most már viszont hallgatnak minket sokan. Szerintem ja, most már pont száll ki a taxiból, hogy odaérjen a szakszervízbe. Tehát most már... De most... gonoszak vagytok. Hát, na most ezt nem én mondom. Tehát ma nem kocsival jött a Feri, és ennek konkrét oka így van. Van. Így van. Iszik? Nem, már végén elkezdett piálni. Álltok, le akartam műszakiztetni a kocsiját, csak nem ment át. De mondta, hogy ezt nem mondja. De azért, mert nagyon hosszú volt a várólista. Sokan álltak előtt, és ezért természetesen az autó minőségében semmiféle probléma nem volt. Meg kell védenem, a nagy kombimat elhúzta tavaly simán. Igen. Abba rokkant bele. Ott téged le a kuplunk. Igen. Nem rossz az. Nem rossz az. Jó az. De elment Bábolnára biztos sonkáért. Valószínű, hogy valami malacot ölnek éppen, igen. Nem, műsort vezet. Dolgozik. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor övi az ajándékcsomag. És aztán búcsúzunk. Héten nem volt szerencsénk egyébként a nap hallgatójában. Nem. Ezt meg tudom erősíteni, és most egyre inkább elveszítem a bizalmamat ebben a dologban. Hát most nem most lesz. Jó, amit írt egyébként, ugye be is olvastuk adásba, az ő SMS-ét, ugye Jude Law-ról beszélgettünk, Zimány Lindáról, és ő írt, hogy ajándék Law-nak, ne nézd a fogán, hajrá fiúk, írta. Maki ugye a Lindás esethez hozzászólt, de hát itt még szerintem Lindát lóvá tették, nagyon jó SMS-ek jöttek, átesett a Law túloldalára, tehát van. Linda megtanul Jude Law-zni. Feketeves Jude Law-s. Tehát jó SMS-ek jöttek. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Úgy döntöttem hosszú idő után, hogy most nem az újdonságok közül veszek elő dalokat, bár vannak remek újdonságaim, hanem na, megkérdezem tőletek, hogy álltok az olyan klasszikus zenekarokhoz, mint például az Inexis. Micsoda? Jó. Michael Hutchins a legnagyobb király. A Kick album nagyon jó volt. Igen, szegény. Nagyon szerettem, sokat hallgattam. Akkor elhozom azt, amiben még Michael Hutchins énekel, az egyik kedvencemet, a Mystified tőlük, de hadd meséljem el azt a történetet, ami szerintem zseniális.
Ugye beindultak mindenhol a világszerte ezek a tehetségkutatók, és amikor a Hutchins meghalt, akkor a zenekar többi tagja úgy gondolta, hogy egy ilyen tehetségkutató keretein belül találják meg az új énekest. És aztán találtak is egy srácot, aki jóképű volt szintén, hát nem annyira, mint a Hutchins, és baromi jól énekelt, és készítettek egy zseniális lemezt, ami sajnos a közönségnek azonban már nem kellett annyira. Tehát nem volt nagy sikere. Úgyhogy most meghallgatunk egy ilyen régi klasszikust az Inexis-től, de ha már a költészet napja van, akkor hadd ajánljam nektek a By the Way újdonságát is, aminek a szövegét ők saját maguk írták. De hát, jó, szuper, hát nem maradok az Inexis-nél. Igen. Én is, hát hogyha lesz időm rá, akkor mindenképpen átfutom a szöveget. Mindenképpen, ez rövid az életem. Jó. Vasárnap? Jössz? Vasárnap lesz a Vivicsita, most azt tervezzük, hogy a családdal kimegyünk. Jó, gyereke, akkor legalább szurkolni, ha már elfutsz. Buzdítsam a csapatot, így van. Jó, mert hogy ha valaki esetleg nem tudná, akkor azt hiszem, elég komoly csapattal vesz részt a Vivicsitán, a futóversenyen, 10 km-es távon fogunk indulni, és némiképp megpróbálunk majd egy pici kis lojalitást, meg együttérzést, empátiát sugározni Balzsai Karcsi felé. Most értek. Aki nagyon súlyos betegséggel küzd jelenleg is. Titusz, menj! Persze. Hát. Most. Ő diktálja a tempót. Már készülök egyébként a mindent eldöntő véres hajrára, amit majd nyitnom kell az utolsó kilométeren, hogy lehajrázza, mert ha előttem ér be a célba, akkor én többet nem fogom futni. Könnyelmű kijelentést teszel. Mi van, olyat, ha jól fut? Olyat rád ver. Vissza is vonom. Akkor véged van. De ott lesztek mellett, amikor elindulunk? Ott. Én nincs, hogy elindul, megáll, átvág valahol is besétetett. Nem, rajta tartom a szemem. Jó. Érted? Legyél rajta. Így van. Egyébként mindig, ahogy hívják, az Orsi szoktam tartani a szemem, hogyha együtt utunk, de most nem a Titus fogom figyelni. Na jó van. Csabi jön a kívánságműsorra 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk hétfőn reggel 6 órakor. Sziasztok! Csau!